Jó estét kívánok, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit Operenciás tengeren és túl, és nem is tudom, hogy helyes az a köszöntés, hogy jó estét, hiszen 4 kontinensről hallgatnak bennünket. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, és egy nagyon érdekes témát fogunk ma hallani, méghozzá a VESE biológiai programjairól fog Karesz beszélni, és azon túl is szeretnénk egy kicsit mélyebbre vinni az ismeretünket, az ismeretet, hogy rájöjjünk arra, hogy mekkora áldás a kezünkben az a tudás, amit Hammer doktor letett, és mégsem mindenki ismeri, mi ennek a szolgálatában állunk, hogy minél ismertebbé, minél széles körben megismertessük az embereket a germán gyógytudománnyal, azzal, amire annyit tudnék nagyon szűk szavval mondani, hogy testi bajban lelki baj van, de van megoldás. A VESE biológiai programjait fogjuk kivesézni ma, és remélem, Karesz, olyan mélységekbe is elkalauzolsz bennünket, amit bennünket érdekel a megoldás, hogy mit tudnánk tenni, hogy ezeket a helyzeteket elkerüljük, mit tudnánk tenni akkor, hogyha éppen ránk jellemző egy VESE program, tehát ne csak a tájékoztatásra tedd a hangsúly, drága Karesz, hanem arra is, próbál azoknak is megoldást kínálni vagy nyújtani az előadásban, akik már ebben a helyzetben vannak, és remélem, hogy mindenki egészségére és életének jobbítására fog szolgálni ez a mai webkonferencia. Karesz, arra szeretnélek kérni meg tisztelettel, hogy próbáld meg úgy elmondani, vagy úgy bemutatni az 5 természettörvényt, hogy az, aki most van itt először, bárhonnan, bármelyik szegletéről is a világban egy új rálátást kapjon a testi állapotára, és remélhetőleg azzal az örömmel tudjuk a ma estét lezárni ezen hallgatók számára is, hogy van megoldás. A megoldás a germán gyógytudomány, és fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, dr. Budai László Károlyt Kareszt, aki szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germán-gyógytudomány terapeuta. Kalauzoljál bennünket, kérlek, ebbe a csodálatos ismeretbe. Mutasd meg azt, hogy min alapszik, ki találta fel, miért fontos ezzel megismerkedni, és hogyan válhat ez a ma este mindannyiunk egészségére. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt, akinek fontos az egészsége, annak megtartása, vagy annak visszaszerzése. A VESE biológiai programjairól volt már szó, több előadásban is utalni fogok közben, hogy mit, hol fogunk részletesebben megkapni. Most őszintén szólva egy szakmai összefoglalást szeretnék tartani, egy kicsit mélyebben beleásva bizonyos kórképekbe, amelyekről eddig nem volt szó, illetve utalni fogok azokra a dolgokra is, amelyekről szó volt, vagyis és a konfliktusokat körbeírni, hogy vegyük észre, hogy mennyi mindent a biológiánk ugyanarra a sémára fog feldolgozni. Mert ugye már tudjuk mindannyian, hogy soha nem az számít, hogy mi történik, hanem hogy én az adott történetet hogyan élem meg, mi az én megélésem. Amikor gyógyításról van szó, vagy valaki megbetegszik, akkor legtöbbször a diétához nyúl rögtön, és elkezd olyan dolgokat tenni, amit addig sem szeretett, most se szereti, de megeszi, mert azt hiszi, ha változtat a diétáján, akkor meg fog gyógyulni, és ezt elnevezi életmódváltásnak. Kérem szépen, az életmódváltás szerintem azt jelenti, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat. És ha megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor új eredményeket fogok elérni, különben ugyanarra a gondolatmenetre mindig ugyanazt a végeredményt fogjuk kapni. A lényeg megértéséhez alapjaiban kéne ismerni legalább az 5 természettörvényt, és ha ezt megismerjük, akkor már megnyugodhatunk, hogy azok a folyamatok, amelyek a testünkben zajlanak, azok nem ellenünk, hanem értünk történnek, és hogy meg is értsük, hogy mi történik a testünkben, ezért röviden összefoglalom az 5 természettörvényt,
amit számunkra dr. Ike Gerdhammer írt le. Ez a fantasztikus, csodálatos ember egy olyan örökséget hagyott maga után, ami az egész emberiség számára egy új megvilágításba teszi nem csak az emberi testnek a működését, hanem a biológiának a megértését is, és ugyanakkor, amikor valamiről már értjük, hogy mi a valós oka, akkor fogunk tudni valós megoldásokat is találni a problémára. Nagy szeretettel idézem újra és újra a Hammer doktornak ezt a mondatát, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. És ebből már is tudnunk kell, hogy a józan ész az egymagában nem elég. A germán gyógytudomány nem csupán egy diagnosztikai eszköz a kezünkben. Pontosan az a lényege, hogy amikor megértjük a dolgokat, és megértjük, hogy érzelmi szinten is meg kell oldani valamit ahhoz, hogy megoldódjon, akkor döbbenünk rá arra, hogy hogyan is működünk mi valójában. Hammer doktor erre úgy jött rá, hogy élete legnagyobb tragédiáját élte meg, amikor a 19 éves fiát az olasz trónörökös 1978. augusztus 18-án tök részegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. Itt látjuk a fólia bal oldalán Gerd Hammernek, a 19 éves fiát, akit Dirk Hammernek hívtak. Ez a fiú még 111 napig küzdött, hogy életben maradjon, az apja mindent elkövetett, 19 műtéten esett át. Ez a fiatal ember végül december 7-én, 78-ban meghal az apja karjai között. És itt jön az a történet, ami Hammer doktorban elindít egy biológiai választ, vagyis a fia elvesztése kapcsán elindít egy heredaganatot. Természetesen ezt akkor ő még így nem tudta, de most már ismerve a külön programokat, ez már mindenki számára egyértelmű. Természetesen erre Hammer doktor is rájött, mert a kollégái ugyan 1% túlélési esélyt jósoltak neki, mivel úgy mond, a hasa is tele van átétekkel, és majd rájövünk, hogy átétek nem léteznek. Szóval Hammer doktor miután felépül, és visszavált dolgozni, akkor egy nőgyógyászati ráklinikán, mint belgyógyász főorvos tevékenykedik, és természetesen, mint gyógyult daganatos beteg megkérdezi a kedves pácienseket, hogy az ő életükben történt-e valami nagyon kellemetlen, nagyon ijesztő, nagy félelemmel eltöltő esemény, amielőtt ez a daganat kialakult. És természetesen mind a megkérdezett 200 beteg esetén a válasz igen volt, hiszen azok a súlyos érzelmi megrázkódtatások, amelyek mögött mindig egy biológiai félelem áll, ezt ne felejtsük el, amelyek váratlanul meglepetésszerűen érkeznek és magányosan éljük meg, ezek mindig el fognak indítani bennünk egy biológiai választ. Természetesen ennek akkor lesz eredménye, ha benne maradunk a konfliktusban. És ezeket az ismérveket DHS, vagyis Dirk Hammer szindróma néven foglalja össze Hammer doktor, ezeket a feltételeket, kritériumokat, mert ha ezek nincsenek, akkor gyakorlatilag a biológiánkból nem indul el érzelmi alapon egy biológiai válasz. A lényeg az, hogy benne maradunk a konfliktusban, és ekkor ez a biológiai félelem az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. A lélek agyszerv tengelynek a feltérképezése egy fantasztikus munkája Hammer doktornak, és ez gyakorlatilag helyére teszi a gondolkodást a medicinában. Természetesen csak azok a korképek tartoznak ide, amelyek mögött egy lelki megrázkódtatás, egy félelem áll, és nem tartoznak ide a mérgezések, a sugárzások, a balesetek, a hiányos táplálkozás, ezek mind nem tartoznak ide, de, és ezeket nem is lesz az agyban lenyomatok. De azok a félelmeink,
amelyek váratlanul, meglepetésszerűen érnek, és súlyosan megráznak minket, szoktam mondani, mint Isten a vargát, akkor természetes, hogy elindul egy ilyen program, mert jön egy nagyon lényeges szó, hogy magányosan éljük át. Hát erről a magányról ma külön beszélni fogunk, mert ha ezt az érzést nem tudnánk magunkban elindítani, akkor úgy látszik, hogy meg se tudnánk betegedni, mert akkor a DHS kritériumai nem teljesednének, mert mindig lesznek súlyos érzelmi történetek, félelmek az életünkben, amelyek váratlanul törnek ránk. A konfliktus pillanatában a szervezetünk minden részletet, minden körülményt rögzít, és ezeket fogjuk síneknek nevezni. Ezeknek az a jelentőségük, hogy az állatok, mikor újra sínre kerülnek, tehát hasonló körülmények közé, akkor ők onnan elmenekülnek egy az egyben. Tehát nekik ez jelenti a túlélést, ez egy figyelmeztetés számukra, hogy innen menni kell, mert itt már egyszer téged valami életveszélyes helyzet ért. Mi viszont ezekről nem veszünk tudomást, és ezért a sínek megjelenése természetes elindítja bennünk újra a programot. Újra elindul az az értelmes biológiai külön program, amit mindenki betegség néven ismer. Rá fogunk jönni, hogy amit betegségnek nevezünk, az éppen a gyógyulásunknak a része ebből az értelmes biológiai különprogramból. Igen, értelmes, mert minden, ami bennünk történik, az a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Biológiai programról beszélünk, mert ami biológiai testünkben zajlik, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk ezeket, vagyis ha nem zárjuk le minden napunkat békével. És itt jön az, hogy nem agyalunk, nem csak arra gondolok, hogy megbocsátok, hanem meg is teszem azt. Tehát az érzelmi feloldás lesz az, ami viszont már a síneket el fogja tüntetni, és ez az egyetlen módja annak, hogy ne legyenek krónikus betegségeink, illetve hogy meg se betegedjünk. Ha bevezetnénk az életünkbe azt a jó szokást, hogy nem mújjék el nap a te haragoddal, vagyis ha minden este mérleget vonnánk, hogy milyen kellemetlenségek értek minket, és ezekben a kellemetlenségekben megkeresnénk a tanítást, és ezáltal meg tudnánk köszönni azt, ami kellemetlenségként ért minket, tudom, most néhányuknak az égnek áll a haja, de nyugodtan simogassák le, mert ez a megoldás. Ez az a megoldás, ami valós megoldás. Ha nem fogjuk megtalálni a tanítást, és nem tudjuk ezt megköszönni hálával a szívünkbe, akkor kérem szépen, maradunk szépen krónikus betegek. Múlt héten is beszéltem az évindító webkonferencián azzal, hogy esténként átmegyünk aranyásokká, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Akit érdekel, majd visszanézi ezt az évindító előadást, mert abban rengeteg, de rengeteg olyan gondolat szerepel, ami a megoldáshoz nagyon fontos lehet mindannyiunk számára. És amint említettem, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, és nem az, hogy mi történt itt valójában. Tehát természetesen, hogy a saját megélésünknek van egy dinamikája, hogy úgy mondjam. Vannak olyan helyzetek, az ismerkedés a világgal gyermekkorban történik meg, és ekkor vagy másoljuk a szülőknek a viselkedését, mert hát ha mindenki mindenre ellenszegül, akkor a gyerek is ellenszegülni fog, és az egész család cukorbeteg lesz. Volt ilyen a praxisomban, ismertem ilyen családot. Tehát nem örökölték a cukorbetegséget a gyerekek, hanem viselkedést másoltak. De ha valaki megszokja azt, hogy mindenért magát hibáztatja is, ismételten leírja magát a bányász béka feneke alá, ugye ez önleértékelés, akkor ez lesz a reakciója, mondom, reakciója mindenre, ami vele történik. Vagyis ez nem egy tudatos döntés, hanem ez úgy csípőből jön, hogy már megint magamat hibáztatom.
Már megint úgy gondolom, hogy hát inkább visszavonulok a csigaházamba, és nem mondok semmit, mert engem nem szeret senki. És azt se felejtsük el, hogy egyetlen DHS kapcsán, tehát egyetlen egy konfliktus kapcsán nem egyetlen egy programot indítunk el, hanem egyre többet. Vagyunk olyan intelligensek, hogy minimum 5 programot összetudunk egymáshoz kapcsolni, ezeket összefűzzük, úgymond, együtt éljük meg egy konfliktus kapcsán ezeket a dolgokat, és hát mindegyik külön programnak lesz egy külön tünete. Na ebből lesznek aztán olyan tünet együttesek, amelyekkel bibelődik az akadémikus medicina, és természetesen statisztikailag próbálja a dolgot megközelíteni, aminek viszont semmi köze nincsen a medicinához. A biológiában nem a statisztika számít, hanem a saját megélésem. Én úgy gondolom, mindenki úgy gondolja itt a hallgatóságban, hogy ha szeretne gyógyulni, akkor szeretne 100%-osan meggyógyulni, és nem csak 72,5%-ban. És erre megvan a lehetőségünk, ha betegen hallgatjuk ezt az előadást, ha megfogadjuk legalább azt az egyet, hogy lezárjuk békével a napjainkat. Ez az egyetlen dolog már elegendő. A betegség, tehát a beteg nélkül azért nem gyógyítható, mert csak ő tudja megkeresni azt a bizonyos konfliktust az életében. A szervi tünetek alapján, ugye lélek, agyszerv, tengelyről beszélünk, a szervi tünetek alapján én tudok kérdezni, de magát a történetet az életében ő kell megtalálja, és ezután neki kell érzelmileg ezt feldolgoznia. Ha ezt nem teszi meg, akkor szenvedhet tovább tudományosan. Tehát ez itten a germán gyógytudománynak a nagyszerűsége, hogy nem vagyok én kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, jó szándékának vagy rossz szándékának, egyedül csak önmagamnak vagyok kiszolgáltatva. Persze természetesen ez nagyon sok embernek nem tetszik. Mert hát doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Azért fizetem a TB-t. Vannak emberek, akik még így gondolkodnak, nos, ezeknek nem lehet germán gyógytudományról beszélni, ilyenekkel is találkozom. Nekik készen van a saját világképe, amiben ő jól érzi magát, és tudja, ha fáj a gyomra, ezt veszi be, ha fáj a csípője, azt veszi be, és ő neki ezzel a világ már kerek. Tehát ezeket az embereket nem lehet felébreszteni, és nagyon idegesek lesznek, ha szóval merjük tenni, hogy ezt érzelmileg kéne rendbe rakni, és akkor meggyógyulna, nem, könnyebb bevenni a tablettát. Aki így gondolja, az menjen, írassa a receptet, szedje a tablettát, de amint már a bevezetőben is elmondtuk, van megoldás. És a megoldás első lépése az, hogy megismerjük, hogy hogyan működünk. Tehát már tudjuk, hogy a DHS az, ami kibillenti az egyensúlyából a biológiai testemnek a működését. Láthatjuk ezen a grafikonon, amit Hammeri iránytűnek is nevezünk, hogy mielőtt a DHS becsapódott volna, első függőleges vonal, egy színuszgörbét láttunk, ugye a kék szín, a fenti része az a nappali, a piros rész az pedig az éjszakai időt jelzi, nappal a szimpatikus, éjjel a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya, az, ami a belső szerveink működését összehangolja. Mert van nekünk egy olyan idegrendszerünk, amiről nem tudunk, nem is kell tudjunk róla, ő az, aki összehangol mindent, a légzést, a keringéssel, az emésztéssel, és mindent. Szóval ezt úgy hívjuk, hogy szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer, és mivel a paraszimpatikus idegrendszernek a fő tényezője a vágusz, vagyis a bolygóideg, a tizedik pár agyideg, ezért a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyát vagotóniának is nevezzük, ezzel a fogalommal rögtön találkozni fogunk. De nézzük, mi történik, amikor becsap az Isten nyila, történik velünk egy váratlan, meglepetésszerű történet. Például valakit a második világháború lezárása után 2 nappal szovjet hadifogságba ejtenek. Ha csak belepróbáljuk magunkat képzelni ebbe a történetbe, hogyan éreznénk magunkat, hogy vége a háborúnak, és elvisznek engem Szibériába, hadifogságba.
talán megérti mindenki, hogy az ilyen ember azt érzi, hogy elveszett mindene, hogy a létezése bizonytalanná vált, és nem lehet tudni, hogy mi lesz velem. Ebben az esetben természetesen meg lesz a megfelelő szervi válasz, erre ki fogok térni, de ez ugye egyfajta konfliktus, ami a veszélyt érinti. A magányosság, az elveszettség, a létezés konfliktusa. A másik történet, ami viszont szintén a vesére vonatkozik, az a folyadék konfliktus, és ez egy nagyon tág fogalom, tehát ez egy összegyűjtő fogalom, hogy folyadék konfliktus, de hogy mi minden tartozik ide, nos, ezt még a következőkben kifejtjük, de ha valakinek már felrobbant a bojlere a fürdőbe, és meglepetve nézte, hogy a priccol a víz a falra a lyukas bojlerből, akkor azt hiszem, hogy tudja, hogy mi az, hogy folyadék konfliktus, ez egy klasszikus dolog, vagy éppenséggel egy nagy eső után megtelik a pince vízzel, az is egy komoly folyadék konfliktus. Nos, ezekről a konfliktusokról lesz szó a továbbiakban. Nyilvánvaló, ameddig konfliktusban vagyunk, addig nem tudunk nyugodtan aludni, ugye, és a nagy izgalomban az embernek hideg a keze, hideg a lába. Miért? Mert a szimpatikus idegrendszer túlsúlyában az erek szűkülnek, és hát a végtagok erejének a szűkülete a végtagoknak a hűvösségét fogja előidézni. Tehát hideg a kezem, hideg a lábam, amikor feszült ideges vagyok. Ezt gondolom mindenki már megtapasztalta. Nincs az embernek étvágya, zakatol az agya, és természetesen magas lesz a vérnyomása és a pulzus száma is, csak hogy a legáltalánosabb tüneteket említsem, de hát aki volt már stresszes az életében, annak nem kell elmondjam, ugye, hogy mi az, hogy feszült idegállapot. Kérdés, hogy meddig ülünk ebben a feszült idegállapotban, mert már ez alatt a biológiánk számunkra ad egy biológiai szintű segítséget. Pontosan annak kapcsán, hogy én mit éltem meg, és milyen súlyosan éltem azt meg. Amikor eljutunk a megoldáshoz, tehát az ember megszabadul a fogságból, vagy megjavítják a csöpögőcsapot és a csöpögő radiátort és egyéb ilyen vízzel kapcsolatos dolgait, akkor mi lesz a következmény? A biológiám is helyre teszi önmagát, és a megoldást követő fázisban ugye helyre fogja tenni. Tehát láthatjuk, hogy két fázisban zajlik le minden biológiai értelmes program, túlélő program, ha eljutunk a program végéig. Majd erre is mutatok külön ábrákat. A megoldás követő fázisban az exudatív fázis az, amikor ugye vagotónia van. Tehát itt a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya jelentkezik, és ezt abból fogjuk érezni és élvezni, hogy megjelenek a gyulladás tünetei, megjelenik az éjszakai izzadás, a láz, már meleg a kezem, meleg a lábam, és a gyulladás azt jelenti, hogy ha felszínen van, látom, hogy piros, érzem, hogy duzzad, hogy fáj, hogy meleg, és hogy nem működik rendesen. A rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza, ugye ezt mindig elmondom, hogy hát szerintem ennyit érdemes megtanulni, ugyanis a gyulladásnak a klasszikus tüneteit már a középkorban leírták. Szóval nincsen új a nap alatt, csak kérdés, hogy mindazt, amit nézünk, azt egyáltalán csak nézzük, vagy látjuk is a valóságot. A tisztánlátásban segít minket az, ha megismerjük az öt természet törvényt, és akkor tudjuk, hogy az exudatív fázis gyulladásos tünetei, azok nem betegséget jeleznek, hanem azt, hogy megoldottam a konfliktust, a KM a konfliktus megoldását jelenti, és átmentem a megoldást követő fázis első szakaszába, exudatív fázis. Nos, ez a duzzanat, ami szöveti szinten megjelenik, ez az agyi szinten is megjelenik, és ez az agyi térképen látszani is fog, mint ahogy ezt a baloldali CT képeken is látjuk, a kék és a piros-kék nyilak, ilyen vizenyős agyi relét, vagy gócot, vagy központot mutatnak meg számunkra.
Hogy néznek ki ezek a központok? Most ilyen részletekbe nem megyek bele, viszont azt tudnunk kell, hogy ugye minden szervünknek megvan az agyi központja irányítása. A sejtjeink nem csak úgy össze-vissza működnek kedvük szerint. És ezekben az agyi központokban, amit a Hammer doktor ellenségei Hammeri gócnak neveztek, ugye ezekben a központokban is megjelenik az ödéma, amit félreértelmezve agydaganatnak is neveznek. Ezeket a képeket láthatjuk, hogy az koponya alappal párhuzamos síkokban készítik, és a konfliktus aktív szakaszban olyat látunk, mintha egy céltábla lenne oda berakva a megfelelő síkra, ez egy különben egy paracentrális becsapódású konfliktus, és a körkörös gyűrűk fognak látszani ezen a képen, tehát ha egy koponya CT-n ilyet látunk, az nem azt jelenti, hogy elromlott a komputertomográf, hanem azt jelenti, hogy az illetőnek egy konfliktus aktív fázisban levő programja van, de könyörgök, hát akinek stressze van, akinek félelme van, az csak el tudja mondani, hogy mi a félelme, ha őszinte magához, akkor természetesen el fogja mondani. Itten már is az első nagy problémát fel is vetettem, ami a megoldáshoz szükséges. Azok az emberek, akik nem őszinték önmagukhoz, azok nem fognak meggyógyulni. Aztán, akik nem tudnak megbocsátani önmaguknak és a másik embernek, azok se fognak meggyógyulni. Lám mind a három dologban a lelki tényező kőkeményen jelen van. Ne feledjük el, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát mind a kettőre szükség van. Akkor tehát eljutottunk az exudatív fázishoz, most már igazán betegnek érezzük magunkat, és próbálunk valamit tenni azért, hogy. De ha én tudom, hogy éppen gyógyulási szakaszban vagyok, akkor meggyógyulok épp úgy, mint az a hölgy, aki elküldte a vendégkönyvbe a melldaganata gyógyulásának a történetét, tessenek a vendégkönyvbe megnézni, a mai nap tettem ki, egyszerűen döbbenetes, tisztában volt azzal, hogy mit jelent a tünet, amit észlel, ebből adódóan semmilyen félelem nem volt benne, és gyönyörűen meggyógyult meldaganatból. Nos, az epileptoid krízis, az az EK ott középen, ami felfelé csúcsosodik, az megint kékszínű, mert megint csak a szimpatikus idegrendszer túlsúlyát fogja a szervezetünk élvezni, meg mi is. És ez a legveszélyesebb része a történetnek, ugyanis itt jelentkeznek a mindenféle görcsök, a szívmegállás, a tüdőembólia, mélyvénás trombózis, és a többi, és a többi. Nyilvánvaló, hogy itt a tünetek hevessége szintén csak attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktusban. Ezt jó lenne megjegyezni, hogy lezárjuk békével a napjainkat. És az epileptoid krízis azért epileptoid, mert az epilepszia is itt jelenik meg, ugye mindenki tudja, hogy rángó görcsök és eszméletvesztés kísérete, ez a kettő együtt, akit érdekel részletesebben az epilepszia, az erről is talál webkonferencia előadást. Nos, a többi programnál nem ezt tapasztaljuk, de erről kapta a nevét, hogy epileptoid krízis. És a lényege ennek a krízisnek az, hogy az agyi reléből kipréselődik a víz, és ezek szerint először az agyi központ jön helyre, aztán ez a víz, ami onnan is kipréselődik, meg a szervi szinten is kipréselődik, azt jelenti, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és ezután jön a hegesedési fázis, a második mély vagotóniás fázis, amiben már jó az étvágyam, jó a hangulatom is, de iszonyúan fáradtnak érzem magam. Ez az extrém fáradtság elszokta venni a betegeknek a kedvét, és van, aki itt dobja be a törölközőt, amikor már csak pár napra vagy hétre van a teljes gyógyulástól. Azért kéne tudnunk, hogy hogyan zajlik le két fázisban minden értelmes biológiai különprogram, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, és ki is tudjuk számítani azt, hogy mikorra gyógyulunk, már meg.
Nos, mint mondtam, két fázisban meghatározott biológiai folyamatok zajlanak a szervezetünkben, és erről szól a harmadik természettörvény, aminek a felfedezéséhez Hammer doktor az embriológiáig lapozott vissza, ez alapozó tantárgy, anatómiával együtt tanuljuk. Embriológia vagy egyetfejlődés, az ugyanazt jelenti, tehát az a 9 hónap, amit mi az anyamében töltünk. Ugye megegyezhetünk abból, hogy mindannyian sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Ebből adódóan vagy a sejtek számával, vagy a működés módosításával fogunk biológiai szinten valamit megoldani. Láthatjuk, hogy az agytörzs és kisagy, ezek az idegrendszer különböző részei, tehát agytörzs és kisagy olyan programokat indít el, melyben a sejtek szaporodása indul, tehát ezzel segít a konfliktus aktív szakaszban a biológiám, hogy megoldjam az adott helyzetet, és természetesen a megoldást követő fázisban ezeket a sejteket le fogjuk bontani, gyulladásos folyamatok kíséretében. Ezek a lebontott sejtek nem a kukába mennek, hanem a nyírokrendszer fogja feldolgozni, és ez nagyon lényeges, hogy tudjuk, hogy a nyírokrendszerben a nyírok csomóknak a megduzzadása, érzékenysége csak azt jelenti, hogy éppen gyógyulok, és semmi átétről nem beszélhetünk. Az agyvelő és agykéreg által irányított programokban a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztunk, beolvasztunk, számbelileg csökkentünk, és ebből adódóan fogunk mi egy olyan helyzetet előállítani, ami biztosítja a túlélésünket. A megoldásban vissza fogjuk építeni a lebontott sejteket, természetesen megint csak gyulladással, fájdalommal, és az agykéreg az, aki képes olyan programok elindítására is, ahol nem a sejtek száma változik, hanem a működés fékeződik, gátlódik egy bizonyos fokig, és a működés helyreáll, ha megoldottuk a konfliktust. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű egyenletrendszer, ha összekapcsolnám egy kapcsos zárójellel, matematikában ilyen egyszerű egyenleteket nem tanítottak, és lám a biológia ilyen egyszerűen és érthetően működik. Nos, a harmadik természettörvénynél ugye Hammer doktor visszalapozott az embriológiába, és nem kell ezt megtanuljuk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Ne feledjük el, csak annyit kell tudnunk, hogy létezik 3 csiralemez, azaz valamikor mindannyian ebből a 3 csiralemezből alakítottuk ki a testünk összes sejtjét. Sárgában látjuk baloldalt az endodermát, vagy belső csiralemezt, pirossal az ektodermát, vagy külső csiralemezt, és a kettő között narancssárga színnel van a középső csiralemez, vagy mezoderma. Láthatjuk ezt nyílirányú metszetben, illetve haránt metszetben. Nos, a különböző színek a babákban utalnak arra, hogy milyen szervek alakulnak ki ezekből a csiralemezekből, és azt is megtaláljuk, hogy ezeket milyen idegi központok irányítják. Tehát már is láthatunk egy fantasztikus rendet a biológiában, egy olyan hierarchiát, ami meghatározza, hogy melyik sejtnek hol a helye, és mit fog egy életen át tenni. Vagyis nincsenek olyanok, hogy áttétek, tessenek kérem szépen megnyugodni, mert amikor az onkológus rögtön azzal ijeszt minket, hogy teli vagyunk áttétek sokaságával, akkor az utolsó reményt is elveszi tőlünk, hogy egyáltalán meggyógyulhatnánk. Nos, az a lényeg, hogy ezt megértsük, hogy minden egyes félelmünkkel egy újabb és egy újabb programot indítunk el. De mivel nem így gondolkodnak az onkológián, ebből adódik, hogy azt gondolják, hogy egyik daganatból kialakult egy másik, holott ezeknek közük nincsen egymáshoz, már szövettanilag sem. Nézzük meg, hogy a belső csiralemez sárga színnel jelölve, ugye agytörzs irányítja, ezekből a sejtekből lesznek azok a szerveink, amelyek biztosítják a túlélésünket, és ugye tudjuk, hogy a túlélésünkhöz nagyon, de nagyon sok és nagyon drága dolgokra van szükségünk, ilyen, hogy levegő,
Ilyen, hogy víz, és ilyen, hogy táplálék. Természetes, még egy kis fény, meg hang is szükséges. Nos, ezeket a nagyon drága dolgokat az agytörzs biztosítja számunkra, és azért nagyon drága dolgok, mert ha ebből nem kapunk eleget, akkor elindítjuk a sejtek szaporítását a megfelelő szinten, természetesen. Az agytörzs által irányított programok tehát a túlélésünket, a mi biológiai túlélésünket hivatottak biztosítani, az, hogy én magam megszerezzek mindent ahhoz, ami kell a túléléshez. Tehát levegő, víz, táplálék, fény és hang. A külső csiralemez a piros színnel jelölve, és a piros babára mutató nyíl arra utal, hogy itt elválasztási konfliktusoknak lesz a szervi szinten a megnyilvánulásuk. A bőr az, ahol az elválasztási konfliktusok szervi szinten meg fognak jelenni, és ezt az agy kéreg irányítja, amit piros színnel láttunk ezen a képen ábrázolva. Az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusokkal is foglalkozik. Ezekről mind külön webkonferencia anyagok vannak, nem szeretnék most részletekbe menni. Mindenről külön mindent meg lehet nézni, és részleteiben meg lehet érteni. A narancssárga színnel jelzett sejtjeink a középső csiralemezből alakulnak ki, azok, amelyek a sárga, vagyis a belső csiralemezhez tapadnak, azok a kisagy vezérlése alatt lesznek, amelyek a piros sejtsorhoz tapadnak, azok pedig az agyvelő irányítása alá kerülnek. Ebből adódik, hogy van egy régi és van egy új mezoderma, vagyis a régi mezodermális sejteket a kisagy irányítja, ezek a támadással, vélt vagy valós támadással, kapcsolatos félelmeinkre fognak szervi szinten választ adni, az írha, illetve járulékainak a felszaporításába, valamint a burkok felszaporításában, mint mellhártya, hashártya, szívburok. De ide tartozik a gondozási konfliktus is, ami azt jelenti, hogy túlzásba visszük az aggódást egy szeretett élőlény sorsa felől. Ennek az ellentéte pont a vita és veszekedés, tehát ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk, hogy a vita, veszekedés és az aggódás mind a kettő a mellnek a tejtermelő mirigyállományára hat, és itt fog egy emlődaganatot elindítani. Az agyvelő által irányított sejtek, azok a középső csiralemeznek, tehát a piros csiralemezhez tapadó részéből alakulnak ki, ugye ez az új mezoderma, és ezekből a sejtekből a többnyire a mozgással kapcsolatos szöveteink alakulnak ki, ide természetesen tartoznak egy a csontok, kettő ízületek és inak, három a csontokat elmozdító haráncsikolt izmok, négy az izmokat ellátó erek, vagyis osztógyűjtő és nyirokerek, és öt a kötőszövetek és a zsírszövet. Ezen kívül még ide tartozik természetesen a külön speciális izomzat, a szívizomzat, ide tartozik a mellékvesek, kéregnek a hormontermelő mirigyállománya, a petefészek és a here hormontermelő sejtjei, valamint a lép. Ez a rengeteg információ senkit ne ejtsen kétségbe, még egyszer szólok, nem kell ezt betéve tudni ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, elég, ha megértjük azt, hogy a biológiánkban rend és hierarchia van, és nem demokrácia, mert ha az lenne, akkor már az élet kipusztult volna. Szóval itt minden a helyén van, a helyén működik, és pont ez az a rend, amit nem tudnak megcáfolni, ezért nem tudták soha Hammer doktor érveit tudományosan megcáfolni, a szkeptikus blogokat most azért mellőzzük, mert szkeptikusnak lenni a legegyszerűbb dolog, ahhoz még tanulni sem kell, csak ragaszkodni egy kialakult véleményhez. Tehát megnyugodhatunk, nincsenek áttétek, rend van a biológiánkban,
Mindegyik sejtnek megvan a központja, ami azt irányítja, egyetlen kérdés, amit újra meg újra felteszek, meddig ülünk a konfliktusban? Mikor vagyunk hajlandóak változtatni az eddigi gondolkodásunkon, az eddigi hozzáállásunkhoz, az anyaghoz ragadt, kötött gondolkodásunkon? Itt látjuk Hámer doktor tudományos táblázatát, amelyben a három szint természetesen megjelenik, és ez a táblázat adja azt a logikát, ami ahhoz kell, hogy a szervi szinten megértsük, hogy mi történik a szervezetünkben. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy a csíralemezek szerint gondolkodjunk, és ne szakmák szerint, külön szervek szerint és egyéb megközelítésből. Az agytörzs tehát a falat konfliktusokat fogja számunkra biztosítani, illetve azok megoldását fogja biztosítani, hogy kapjunk levegőt, vizet, táplálékot, fényt és hangot. És itt van egy nagyon komoly kérdés, amiről ma szó lesz, a magány és egzisztenciális konfliktus. Mert ez a vesegyűjtő csatornákban indít el egy olyan sejtszaporulatot, aminek a következménye a víznek a visszatartása, és így fognak kialakulni a különböző ödémák, erről is van webkonferencia, ugye, hogy ödéma, vízgyülem, duzzanat címmel, ahol erre a részre külön kitérünk. Az agytörzs a sima izomzatnak a működését is szabályozza, a sárga oszlopnak a legalján pontosan a sima izom programokat fogjuk megtalálni, és nyilvánvaló, hogy ez is a falat konfliktusokhoz kötődötten, konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulat indul el, de a sima izmokat nem bontjuk le a megoldást követő fázisban. A narancssárga oszlop és a piros oszlop jellemzője, hogy innentől a kezűség már érvényes, vagyis hogy ki jobb és ki balkezes. Ez egy nagyon fontos kérdés. Amúgy, ha valaki ezzel nincs teljesen tisztában, a biológia hajszálpontos választ ad erre is. Tehát ha valakinek van a jobb mellében egy daganat, akkor ez azt jelenti, hogy ha jobbkezes, akkor a partnerével kapcsolatos a konfliktusa, ha pedig balkezes, akkor anyával vagy gyermekével, vagy azzal, akit úgy szeret, mintha az anya vagy a gyermeke lenne. Tehát itt nem akarok további részletekbe menni, csak hogy lássuk, hogy hajszálpontos választ kapunk arra is, hogy miért az egyik és miért nem a másik oldalon alakul ki egy biológiai válasz a testünkben. Ugye vélt vagy valós támadásról beszélek. És most megint egy nagyon lényeges dolgot emelnék ki. A nagy okos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Fogok ma még erre példát mondani, hogy álomban megjelenő konfliktus hogyan tudja fenntartani a történetet akár több mint 40 évig. Aztán van a bemocskoltsági konfliktus, hát ide megint ez egy gyűjtő fogalom. Ide bejön az, hogy elcsúfítottnak érzem magam, mert ugye a mellplasztika során nem olyan gyönyörű mellett csináltak nekem, mint a másik oldalon, és elindítok egy melanómás biológiai választ ennek a konfliktusnak a során, csak azért mondom, mert hogy ilyen esettörténetünk is van. De bemocskoltnak érzem magam, ha pletykálnak rólam, ha valami olyat mondanak rám, amitől én szégyellem mindazt, amit rám mondanak. Tehát ezek a történetek mind ide tartoznak, de természetesen, ha valaki véletlenül bepottyan a pöcegödörbe, és hát valóban fizikai szinten is be lesz mocskolva, és ezt hatalmas konfliktusként éli meg, akkor ez is egy konkrét bemocskoltsági konfliktus. A gyönyörűsége ennek a programnak csak az, hogy a gyógyulás során az IRHA program következtében a bőrünk egy kicsit elcsúful. Na most ez már következmény konfliktusként fent tudja tartani az egész folyamatot, és mondjuk ez a titka annak, hogy valaki a leprából ne tudjon meggyógyulni, de az is gyógyítható, ha a kedves páciensnek megsúgják, hogy mit kéne tennie ahhoz, hogy meggyógyuljon.
A gondozási konfliktusról, vagyis az aggódásról már beszéltem, de mint mondtam, a vita veszekedés is ide tartozik. A narancssárga oszlop alsó részében kerülnek az önleértékeléssel kapcsolatos kérdéseink. Szeretném, ha megjegyeznénk ezt a szót, hogy önleértékelés van, és nem más. Senki az én önbecsülésemet nem tudja aláásni, csak én magamnak. Természetesen ehhez az kell, hogy elhiggyem, hogy a másiknak igaza van, és már is meg akarjak felelni az ő elvárásainak, és innentől kezdve akkor el kell dönteni, hogy ki vagyok én valójában. Nos, amikor erre a kérdésre megkapjuk a választ, akkor meg fogjuk érteni azt, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudjuk feleslegessé tenni ezeket. Az agykéreg pedig a piros oszlopban az elválasztási és birtokkonfliktusokat tartalmazza Hammer doktor munkájában, és a működésváltozásokat ott az oszlopnak az alján. Felhívom a figyelmet, hogy Hammer doktor ezt a tudományos táblázatot távirati stílusban és szakmai kifejezésekkel tarkítva írta le elsősorban szakembereknek, és ezért jelenthet problémát ennek a megértése, főleg ha nincsenek ezek a távirati mondatok nagyon komolyan kifejtve. Én arra törekszem, hogy az előadásaimmal mind az orvosoknak, mind pedig a laikusoknak érthetővé tegyem mindazt, ami bennünk történik, és a mai előadással kifejezetten ezt a célt szolgálom, mert több olyan problémát is föl fogok vetni, amit eddig még a vesével kapcsolatban nem mondottam el. Nos, a kérdés csak az, ugye, hogy hogyan tudnám én magamat krónikus beteggé tenni. Kérem, mutatok három ábrát, lehet válogatni. Az egyik az, hogy nem oldom fel a konfliktusomat, és természetesen akkor túlzásba viszem a sejtek szaporítását, vagy azok lebontását. Ugye el tudjuk képzelni, hogy milyen következményei lesznek. A policiklikus lefolyással az életem nem lesz unalmas, mert hol beteg vagyok, hol jól vagyok, hol beteg vagyok, hol jól vagyok. És azt látjuk, hogy minden esetben kifut a program a végéig, de újra kezdődik. Miért? Mert nem oldottam fel érzelmileg a konfliktusomat. És ugyan ritkán találkozok a sinekkel, lehet egy évben csak kétszer, és ezért csak kétszer ismétlődik meg ugyanaz a kellemetlen tünet, de az is előfordul, hogy mondjuk valaki megúszott akadémikus kezeléssel egy meldaganatot, vagyis életben maradt, de nem szokott le a veszekedésről, az aggódásról, az elválasztási konfliktusról, és csinál egy másikat a másik mellében. Nyilvánvalóan egy másik típusú konfliktust, mivel hogy nem mindegy, hogy anya-gyerek, vagy partner oldalon élem én meg ugyanazt a dolgot. De ha valakiben benne van az aggódás, akkor nyilvánvaló, hogy mindenkiért fog aggódni, meg önmagáért is rendesen. Kérdés, hogy milyen gyakran teszi ezt meg, és milyen sokat ül a konfliktusban. A legdurvább eltéréseket a függőgyógyulás fogja végezni a szervezetünkben. És jegyezzük meg, hogy nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is. Ugye a konfliktus megoldódik valahogyan, az élet úgy néz ki, hogy megoldotta, vagy azt mondom, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ugye ezt mindenki érzi, hogy milyen fantasztikus, kőkemény érzelmi feloldás. Szóval egy ilyen esetben, ha a sinekkel gyakran találkozom, akkor függő gyógyulásban maradok. És vissza szeretnék utalni arra, amit eddig elmondtam a bevezetőben, hogy egyetlen helyzetben nem egy konfliktust élünk meg, hanem többet, és ezek a sinek, ezek összekapaszkodnak, vagyis az egyik sin visszahat a másikra, és elindítja az egész programot úgy, ahogy van. Nem csak egyet, hanem mondjuk ötöt. Ezért lényeges az, hogy tisztázzuk, hogy mit élt meg valaki egy adott körülmény között, és ezt segítsük abban a beteget, hogy érzelmileg lezárja. Mert itt azt látjuk, hogy a megoldás tehát nem tud befejeződni. Ez olyan, mint magas déva vára, amit felépítettek reggelig, az leomlott estére. Ez ugyanaz a történet. És
Nem kell senkit sem elégetni és bekeverni a hambait a mézbe, hogy megálljanak a falak, csupán annyit kellene tennünk, hogy végre lezárjuk békével a napjainkat, elengedjük azokat a rög eszméinket, amelyek megbetegítenek. Az a problémánk, hogy nem tudunk csak egyféleképpen gondolkodni, vagy így, vagy sehogy. Nincsen B-terv, nincsen C-terv, és ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy egy bizonyos konfliktusba beleragadjunk. Nagyon fontos lenne tehát, hogy megértsük, hogy a függőgyógyulás nem csak szervi szinten, hanem az agyi központok szintjén is szétveri azt a relét, és ez pedig a gliasejtek túlszaporodásához fog vezetni, ami természetesen a hatalmas problémákat fog okozni. A negyedik természettörvénynél el szeretném mondani, hogy az a jó hírem van, hogy nem lehetünk magányosak. Húha! Képzeljük el, több baktérium van bennünk, mint amennyi emberi sejtünk van. Úgy körülbelül 10-szer annyi. Mondhatnám, hogy én vendégségben vagyok a saját baktériumaim között. A bennünk élő gombák, baktériumok, gombabaktériumok, amik ugye átmeneti formák és vírusok, ezek lesznek a mi segítőink, hogy a biológiai programot be is tudjuk fejezni. Nyilvánvaló a konfliktus pillanatában már ezeknek elindul agyi parancsra a számbeli növekedése, hogy mire elérkeztem a megoldáshoz, akkorra pont annyian legyenek, amennyien lenniük kell ahhoz, hogy lebontsák a felesleges, vagy visszaépítsék a hiányzó sejteket. Én azt hiszem, hogy ez teljesen egyszerű és logikus. Tehát csíralemezhez kötöttem segítenek minket ezek az eddig kórokozóknak nevezett mikróbák, mikroszkópikus élőlények, akikkel mi nagyon nagy békében és szimbiózisban tudunk élni, ameddig el nem indítunk egy értelmes biológiai különprogramot, és ebbe bele nem ragadunk. Szóval, ha túl sok bennem a gomba, vagy a vírus, akkor az a helyzet, hogy vagy túl rég benne ülök a félelemben, vagy éppenséggel elakadt a gyógyulásom. Jó lenne ezeket az összefüggéseket megérteni. Amúgy a Lyme-kor és a negyedik természettörvény című előadásban erről részletesen beszélek, Louis Pasteurről és az összes akkori történetről. És itt jön az ötödik természettörvény, ami felteszi Hammer doktor munkásságára a gyönyörű szép koronát, mert hogy rámutat a lényeg megértésére. És a lényeg az, hogy nézzünk ki az ablakon, és figyeljük meg a természetet, mert minden, ami él, az élni akar. És minden, ami bennünk zajlik, az tehát a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Tehát nevezhetem én ezt betegségnek, de valójában a megoldást követő fázis az, amit betegségnek nevezünk, többnyire az esetek 90-95%-ában, akkor jelennek a tünetek meg, és ezeket rögtön kinevezzük betegségnek, amelyek hát ismeretlen, meg krónikus, meg gyógyíthatatlan, és ráfogjuk, hogy autoimmun, meg genetikai, és a többi, és a többi, és hát nem tudjuk megoldani, de van rá néhány gyógyszerünk. Aki, mint az elején is említettem, aki a gyógyszer szedésben látja a megoldást, az szedje szorgalmasan a tablettákat, vegyen ilyen heti tabletta beosztó kicsi ládikát, és ossza be, hogy reggel, délben, este milyen színű bogyókat kapkod. Az én megoldásom másról szól, és a germán gyógytudomány mutat rá arra, hogy a megoldást hol kell keresni. Mert ha tudom, hogy mi az, ami megbetegít, hát nem logikus, hogy azzal foglalkozom, hogy meg se betegedjek. Hát nem logikus akkor az, hogy lezárom békével a napjaimat. Nem logikus az, hogy elgondolkodok rajta, hogy én, mint biológiai lény, és még egyszer aláhúzom, csak mint biológiai lény, a túlélés és a fajfenntartás mögött meghúzódó félelmek miatt tudok elindítani csak egy értelmes biológiai különprogramot. Remélem érthető volt, amire utaltam. Szóval ameddig
biológiai szinten gondolkodunk, most jogi nyelvet fogok alkalmazni, addig a biológiai törvények hatálya alá esünk. És nincs kivétel. Foglalkozhatok én akármilyen más gyógyító módszerrel, kezdve a homeopátiával, a magyar népi gyógyászattal, foglalkozhatok én a valamilyen gépnek a működtetésével, vagy épp valami fantasztikus cuccnak az eladásával, ez kérem szépen a biológiákat nem fogja érdekelni. Vagy úgy élek, hogy tudjam feleslegessé tenni a biológiai törvények működését, vagy akkor ezek működni fognak. Lehet, kérem, szemet hunyni fölötte, azt mondani, hogy hát ez egy kicsit komplikált. Sajnos a közelmúlt eseményei is azt mutatják, hogy nincs rövidebb út, mint az a 30 centi, ami az agyunk és a szívünk között létezik. Csak ezt kellene összekötni, és megcsinálnánk a saját El Caminónkat, és onnantól meg se tudnánk betegedni. Feltevődik a kérdés, hogy akkor miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Ezt mindig megkapom, mert ha ez így igaz, akkor ezt kéne tanítsák. Én is azt mondom, teljesen egyetértek, ezt kéne tanítani nem csak az egyetemeken, hanem már az ötödikes nebulóknak is, mert egy ötödikes gyerek már képes arra, hogy rendbe hozza önmagát. A legfiatalabb páciensünk, aki ott ült egy háromnapos képzésen, az egy 12 éves cukorbeteg kisfiú volt, megértette a dolgokat, megváltozott, és elhagyhatta az inzulint. Ez ennyire egyszerű. Szóval 98-ban már elismerték Hammer doktor téziseit hivatalosan a egyetemi szinten, és ez a Nagyszombati Egyetem volt, ahol ez megtörtént. Persze nem jó kedvükbe tették, de már nem volt más, mit tegyenek, megtették, és más fórumokon is természetesen igazolták Hammer doktor téziseit, meg jegyzőkönyvbe vették, és hitelesítették, és a többi, és a többi. De vajon miért nem ismerte el a Tübingeni Egyetem Hammer doktor téziseit, ahová ő beadta, hisz ott azon az egyetemen végzett? Ott tanult. Miért nem ismerte el vajon a Tübingeni Egyetem Hammer doktor dolgozatát? Mert ha elismerte volna, akkor már én sem azt a medicinát tanultam volna, amit tanítottak nekem. Innentől kezdve mindenkinek a saját felelőssége, hogy mennyi időt és mennyi figyelmet szentel arra, hogy megismerje a saját működését, és mikor hajlandó hozni egy döntést, hogy ezután másképpen fogom csinálni, és térjünk ki arra, hogy kéne másképp csinálni azt, hogy a vesénk ne betegedjen meg, vagy ha már megbetegedett, mit kéne tennem ahhoz, hogy megengedjem, hogy lehetővé tegyem, hogy a vesém meg is gyógyuljon. Nyilvánvaló, ehhez ismerni kell a vesének a szerkezetét, a működését, mégpedig Hammer doktor szerint, vagyis a csíralemezek szerint. Van egy érgomolyag, ami megszűri a vizeletet, aztán jön a vesegyűjtő csatorna, ahol visszaszívódik a szükséges folyadék, és ezen keresztül ürül a vesemedence felé, ami piros színnel van jelölve, a végleges vizelet. A vesegyűjtő csatornák vagy tubulusok az egzisztenciális konfliktusra reagálnak. Tehát amikor megélem én az egzisztenciális konfliktust, amikor azt érzem, hogy nincsenek biztosítva a túlélés feltételei számomra, nos akkor kezdődik egy nagyon, de nagyon komoly túlélő program a szervezetünkben, ugyanis erre a konfliktusra föl fogjuk szaporítani ebben a csatornában lévő sejtjeinket, pontosan azért, hogy a vizet visszatartsuk, de ezt mindjárt részletesebben ki fogom fejteni. A narancssárga színnel jelzett veseparenkíma tartalmazza a nefronnak, vagyis a vese felépítését képező egységnek
azt a részét, ahol megtörténik az elsődleges vizeletnek a kialakítása, és jó lenne, ha tudnánk, hogy itt a folyadék konfliktusok fognak elindítani változást. A következmények ugye attól függnek, hogy nyilván meddig ülünk a konfliktusban, és mennyire húzódik el ez a program, illetve hányszor akasztjuk el. A vese medence pedig az a hely, ahol összegyűl a vizelet, majd folytatódik az uréterbe, vagyis az a cső, ami a vizeletet a vesétől a húgyhólyagig leszállítja. Az azért piros színnel van jelölve, mert ez ektodermális, tehát külső csirralemezből származó történet. Nos, akkor kezdjünk bele a vesegyűjtő csatornába, és itt baloldalt látjuk a nefronnak a felépítését, ott van az a kis érgomolyag, ami tehát a narancssárga kérgi részben, vagy vese parenkímában foglal helyet, és minden, ami sárgával van jelölve, az a sárga mezőben, a vese piramisban foglal helyet, hogy be tudjuk ezt tenni Hammer doktornak a vese ábrázolásába. Mindig az a problémánk, hogy egy egzisztenciális vagy létkonfliktust élünk meg, vagy menekültség konfliktust élünk meg. Most képzeljük el, akik földrengést éltek meg, és összedőlt a házuk, hogy hogyan érzik magukat, mint valami menekültek. Amikor azt élem meg, hogy minden elveszett, kész, vége, minden elveszett, és gyakorlatilag teljesen padlóra kerültem. Amikor kórház konfliktust élek meg, mert behoztak ide engem meghalni. Gondoljuk el azt a súlyos beteget, akit szkafanderbe felöltözött ápoló személyzet vesz körbe, hogy hogyan érzi magát egy idegen helyen, ahová a hozzátartozói, a szerettei még be sem mehetnek hozzá. Természetesen egy teljes kiszolgáltatottságot, magára hagyatottságot fog megélni, és ez az érzés lesz az, ami elindítja a vesegyűjtő csatornákban a sejtszaporulatot, mert ez egy nagyon ősi túlélő program, ami a halaknál pontosan, hogy a túlélést biztosította. A partra vetett halnak az biztosította a túlélését, ha lezárta a víznek a kifolyását a testéből, mert ugye neki a vízben nincs vízkonfliktusa, neki a víz az éltető elemes, ha onnan kikerül, akkor úgy tud vízhez jutni, ha nem engedi, hogy a testéből kifolyjon, ez teljesen logikus. És ez lett az, ami egy túlélő programként minden biológiai szervezetbe átment, öröklődött, mert ami biztosítja a túlélést, azt a biológia tovább fogja adni. Ennek az egésznek a lényege viszont az, hogy eszünkbe kéne jusson, hogy már nem vagyunk halak. Jó lenne felébredni, kedves hallgatók, hogy a leggyilkosabb érzés az a magányosság, az elhagyatottság, és talán ebből a legsúlyosabb a társas magány. Mi a véleményed, Réka? Teljesen egyetértek veled, Karász, a másik dolog a magánnyal kapcsolatban, hogy amikor ezt a szót meghalljuk, akkor rögtön arra gondolunk, hogy az a magányos, aki egyedül él, akinek nincs kihez szólnia, akinek nincs kivel megosztani a problémáit, gondolatait, érzéseit, nem tudja megbeszélni senkivel a dolgait, de nagyon gyakran, úgy, ahogy említetted is, drága Karász, a magányosság állapotot nem úgy tapasztaljuk meg, hogy egyedül élünk, és nincs kihez szólnunk, hanem hogy tele van a lakásunk, házunk emberekkel, legyen az a társunk, a gyerekünk, de mégsem találjuk a közös hangnemet. Ebben is el tudunk magányosodni. Nagyon-nagyon örülök, hogy kihangsúlyoztad a társas magányt, Karász. És hogy lehet ezen segíteni? Jó, hogy társas magány, de mit tegyen az, aki társas magány él meg? Hol kéne kezdeni ennek a feloldását? Én azt gondolom, hogy ennek az elválasztottság állapotnak, mert így igazából igen, ez egy el vagyok szigetelődve mindenkitől, mint a partra vetett hal, igen, csak vergődök egy helyzetben. Ezt az állapotot nagyon érdemes lenne végig gondolni, hogy valójában ez a kontaktus megszűnése, vagy a kapcsolat mélységének a megszűnése
az minek köszönhető? Nagyon gyakori hiba az, hogy bezárkózunk, magunkba fordulunk, és egy-két kellemetlen témájú vagy rossz ízű beszélgetés után arra következtetésre jutunk, hogy á, jobb, ezt nem mondom el, ebből újra csak vita lesz, ebből úgyse lesz semmi, jobb, ha ezt megtartom magamnak. Elkezdünk falakat építeni magunk köré, és ezek a falak nagyon gyakran tornyokká válnak, és az a legnagyobb probléma ezzel, hogy ez az építkezés, ez párhuzamosan folyik, nem csak az én oldalamból, hanem gyakran a társam részéről is, mert amikor már válogatok, hogy ezt a témába belefogjak, ne fogjak, merjem elmondani, várjam ki a megfelelő pillanatot, akkor gyakorlatilag itt vannak azok a szakadékok, amelyeket az emberek egymás közé építenek. Én azt gondolom, hogy még az is jobb, ha egy olyan pillanatban beszélünk meg valamit, amiből esetleg egy kicsit feszültebb kommunikáció indul el, mint az, amikor arccal a sarok felé, fal felé fordulunk, és próbáljuk majd mi egyedül megoldjuk címszó alatt ezt elkönyvelni. Nagyon gyakori az, hogy a beszélgetés, a kommunikáció az, ami teljes mértékben elakad. Gyerekkoromban emlékszem azokra az állapotokra, amikor a lámpás televíziót néztük, és volt olyan, hogy kép volt, de hang nem. Igen. Ez az állapot nagyon gyakran megjelenik, stabilizálódik egy-egy kapcsolatban is, igen, hogy okay. Vágunk hozzá egy jó pofát, vagy egy savanyú pofát, vagy láttatni, engedjük az arcunkon, az arckifejezésünkön a nem tetszésünket, de ennek hangot nem adunk. Én azt gondolom, hogy még egy vita is jobb, mint ez a csendes, néma, gyilkos csend, ami pontosan azért rossz, mert ez így húzamosabb ideig fent tud állni. Gondolok itt olyan helyzetekre, amikor párok napokig nem beszélnek egymással, csak a legszűkebb kommunikációt engedik meg, és a mélyebb beszélgetések pont emiatt nem kerülnek sorra. Kikezdje, kérjen bocsánatot, addig nem szólok hozzá, míg azt nem mondja, hogy nem így gondolta. Persze a másik fél is ugyanezt az elvárást táplálja, és nagyon gyakran a kommunikáció így szűnik meg, így siklik ki előbb. Vagyis ez így válik aztán szokássá. És ez lesz egyfajta hozzáállásunk ahhoz, ha valami baj ér minket, valami nem tetszik nekünk, akkor megfordulok, visszahúzódok a csigaházamba, és ott malmozok magamba nagy szomorúan, és magányosság érzésével. Én erre a helyzetre nagyon-nagyon jó szívvel tanácsolom azt a mondást, hogy most nem tudok erről beszélni, mert van olyan, hogy az ember át akarja gondolni. Tehát szeretném, hogy ennek a teljes árnyalatát lássuk. Nem azzal van baj, hogyha mit tudom, fél óráig, óráig, két óráig nem beszélünk a társunkkal. Lehet, hogy van egy olyan helyzet, egy olyan éles vita helyzet, amikor azt mondom, hogy most szükségem van némi csendre, át kell gondolnom, de nem veled van bajom, most meg kell emésztenem valamit. Térjünk erre vissza akkor, amikor meg tudok nyugodni. Igen. Mert most mondjuk túl nagy indulatok vannak bennem, és bántani nem szeretnélek. Nagyon érdekes az, amikor ezt csapdaként vagy párkapcsolati trükként használunk, a csend, mint büntetés, hogy nem szól, addig nem szólok hozzád, míg bocsánatot nem kérsz tőlem azért, mert nem vetted észre, hogy új a frizurám. Most blőd példákat mondok, de ezek nagyon gyakran igazolják a valóságot. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor igenis ki kell mondani, de itt a kommunikációban van a legnagyobb csapda. Mert ha azt mondom, hogy Dezső, te soha nem figyelsz rám, te jobban szereted a foci meccset, Forma 1-et, a barátod, a söröd, a munkád, és akkor sorolhatnánk, mint engem, mert te már engem semmiben nem nézel, itt vagyok, új frizurát csináltattam, és nem vetted észre, vagy, és ebből elindul egy kellemetlen kommunikáció, vagy súlyosabb vitaformák, vagy pedig lehetne ezt másképp is kommunikálni,
például arra, hogy szeretnék veled leülni 5 percre, beszélgetni, egy kicsit foglalkozzunk magunkkal, nem feltétlenül kellene megvárni, hogy mindig a másik tegye az első lépést. Én azt látom, hogy a magányos emberek legnagyobb magánya pontosan abból az állapotban rejlik, amikor bezárkóznak. És minél inkább megszokja ezt a bezártságot önmaga és gondolatai, érzései, fájdalmai közé, annál nehezebb lesz ebből kilépni. És pont itt van a csimboraszója ennek a konfliktusnak a megoldásában is, itt van a sarokkő, hogy azt várom, hogy majd valaki jön. Ez a Csipke Rózsika álma, hogy majd várom, hogy jön a herceg, és majd kiszabadít az üvegkoporsóból. Gyakorlatilag mi zárjuk magunkat ilyen keretek, üvegkoporsók köré, mert azt gondoljuk, hogy a másiknak tudnia kellene azt, hogy mi zajlik bennünk. De honnan a fenéből tudná, ha én nem mondom el? Tehát alapjában véve itt kellene elkezdeni a kommunikációt. És nem lehet az, hogy a rengeteg megért csalódás az, ami kialakította bennem a bizalmatlanságot, és ebből levonom azt a következtetést, hogy már jobb, ha nem szólok egy szót sem. Ez is előfordul, ez már azért a krónikus esetek története. Eddig az akut problémákról beszéltem. Igen. Most a krónikus. A krónikusról, amit beszélünk, egy kicsit a szubakut problémáról, az átmenetről. Átmenet is van, persze. Csak hogy legyen benne valami orvosi kifejezés. Igen, nagyon most köszönöm. Most tanultam, illett abból. Igen, nagyon köszönöm. És azok a helyzetek, amikről beszélsz, amik te itt ilyen idefajulnak, ahova kívattál, hogy elkezdek egy ilyen búrát kialakítani magam köré, hogy csak ne bántsanak, csak ne szóljanak, csak ne kerüljek konfrontációs helyzetbe, ahol fel kell vállalnom, hogy én nem ilyen lovat akartam, fel kell vállalni az érzéseinket, azoknak a változásait, a gondolkodásunkat, azoknak a változásait, mert mi nagyon szeretjük az állandóságot. Azt gondoljuk, hogy a társunk az pont ugyanolyan, mint amilyet az oltár elé vezettünk, vagy akinek igent mondtunk. De közben eltelt x év, és eltelt x probléma a fejünk fölött, amit vagy megoldottunk, vagy besöpörtünk a szőnyeg alá. Ezek azok a szubakut helyzetek, amelyek már szinte krónikussá válnak. Lehet, hogy az epizódok meg az főszereplők más, és más személyek formájában testesülnek meg, de gyakorlatilag van egy visszatérő probléma, amit nem tudunk megoldani. Vagy a kommunikáció hiánya, annak a nem teljesen őszintessége, mert kipúderezzük, meg utolsó percig várunk, hogy hát, ha nem derül ki mégsem, hogy valamit elfelejtettem, vagy azok a szituációk, amikor próbálunk úgy tenni, mintha a dolgok a világon a legnagyobb rendben működnének. Ó, ezek a gyönyörű állarcok. Igen. Mindenki azt hiszi, hogy mi olyan boldogok vagyunk, hogy ihaj. Ha a jópofát vágok egy történéshez, igen, akkor talán majd én is kapok érte cserébe valamit. Ja. Majd az én dolgomhoz is engedékenyebben fognak hozzáállni. Ennek a dolognak itt van a vége, hogy mind a ketten azt várjuk el a másiktól, hogyha én engedek, akkor majd te is fogsz. De azért, mert engedtem, mert rád hagytam, mert rád bíztam, mert mit tudom én, milyen szituációk vannak, amiben nem az én akaratom, vágyam teljesül, hanem a páromé, akkor ő ezt majd valamivel megjutalmazza. És a jutalom elmaradása hozza azt a rengeteg csalódottságot, ami aztán majd kialakul egy olyan helyzetben, amiről említést tettél, hogy már nem is tartom érdemesnek a témát arra, hogy egyáltalán kivesézzem, mert úgy is tudom, hogy mit fog mondani. Nagyon gyakran pont itt tévedünk, mert nem tudjuk, hogy mit fog mondani. És két elképzelést tartunk fent. Én is az én elképzelésem, te is a te elképzelésed, és a két elképzelés beszélget. És mind a ketten másra vágyunk, más szeretnénk, mást gondolunk, de feltételezem, hogy tudom azt, hogy te mit akarsz, te azt feltételezed rólam, hogy te is tudod, hogy én mit akarok. Közben egyikünk sem vagyunk képben, és teljesen olyan irányba visszük az életvezetésünket, mint család, ami egyikünknek sem jó. És haragszom rád, mert nem teszel boldoggá,
haragszol rám, mert nem vagy mellettem boldog, és ez a két harag, ez a két indulat, ez a két nem elég, nem túl jó, nem jól működik, de már csak a gyerekek miatt, csak ameddig felnő, csak ameddig lediplomázik, na hát akkor most már jön az unoka, már öregek vagyunk az egészhez. Yeah. Az én Gézám, a Lajosom, a Juliskám már nem változik, és gyakorlatilag belekövesedünk egy kényelmetlen állapotba, mindketten. Mm-hmm. És ezek azok a helyzetek, hogy jaj, többet ne csalódjak, többet ne bántódjak meg, többé ne fájjon valami. Ekkor van az, amikor a teljes beletörődés ebbe a hiányos állapotba, az, amikor, amiről beszéltél, és amikor ebből a perspektívából visszatekintünk, és azt látjuk, hogy ez már nem tegnap óta, hanem 20 éve, 30 éve, 40 éve elromlott párkapcsolat, akkor van az az állapot, hogy engem senki nem ért meg, velem senki nem törődik, és már nem is óhajtom a figyelmet, mert bele tudtam ebbe a keretbe simulni. Igaz, nem vagyok benne boldog, mint a madárka a kalitkába, de már úgy megszoktam ezt a közeget, hogy nem is merek ebből kilépni, vagy változtatni. Igen, a kritikus pont akkor következik be, amikor kirepülnek a gyerekek, és akkor két idegen ember néz egymásra, igen, és nem tudnak egymással mit kezdeni. Ezek azok a kritikus helyzetek, amik aztán vagy megoldódnak, vagy nem. Mert megoldhatóak ezek a helyzetek, szeretnénk mondani, hogy ezekre is van megoldás, de nyilvánvaló ma a vesével kapcsolatban nem a párkapcsolati konfliktusokat fogjuk elemezni. Bocsánat, egy kicsit mélyebbre mentem, de van ebben még azért. Engedj meg még egy gondolatot, Karesz. Tessék. Ugye a Vesegyűjtő csatorna programja, sejtszaporulatának a programja, hogy egészen pontos legyek, az az egzisztenciális konfliktus. Hogy én kilépnék ebből a helyzetből, és ne haragudj meg, hogy ennyire a párkapcsolatra... De hát ott éljük meg a legtöbb konfliktust. Nyúlok, de nagyon igazából munkahelyet váltunk gyakrabban, mint férjet, feleséget. És ha a munkahelyen rosszul is érzem magam, de van otthon egy biztonságos közeg, aki engem támogat, akkor nem tudok olyan mélyen konfliktusokba belemenni. Tehát azért gondolom, hogy itt inkább a párkapcsolat, a családi élet az, ami a legnagyobb intenzitással nyomít a latba. Teljesen egyetértek. És ezért is voltak a példáim párkapcsolat fókuszúak, mert itt van az egzisztencia kérdés, hogy én nélküled nem tudnék megélni. Hát te vagy a családfenntartó, én vagyok a háziasszony, én vagyok a háztartásbeli, 10-20 éve már nem dolgozom, csak igen, a te cégedbe, nincsenek papírjaim a képzettségeimről, azokról a feladatokról, amiket el tudok nálad látni a cégbe. Hova mehetnék? Egyáltalán igen, az eddigi igen, felnőtt életem összes munkáját ide hordtam be. Igen, tehát most ezt hogy menjek el innen? Hogy hagyjam itt? Hova megyek? Egyáltalán miből fogok megélni? És nagyon gyakran pont ez az anyagi kapocs az, ami a leginkább tartja. A közös van, és a közös nincs. Igen. Tehát lehet ez tartozás, igen, adósság, hitel, lehet ez bármilyen kacsalában forgó kastély, vagy bármilyen biztos megélhetés, mert akármennyire kevés a jóléthez, de azért mégis anyagilag ketten vagyunk stabilak, mondjuk egy ilyen kapcsolatban. És mi lesz így velem? Ez már egy létkonfliktus. Ez már igen. Ez ugyancsak a vesegyűjtő csatornának a sejtszaporulatát okozza. Vagyis két egyforma érzés, vagy két olyan érzés, ami egyformán hat ugyanarra a szervi szinten. A létkonfliktus is, meg a magányosság is. Tehát ezek... Egzisztencia, létkonfliktus, magányosság ugyanezt a... Mind ugyanoda hat. Igen. De meg is élhetem azt, hogy szeretnék innen elmenekülni ebből a pokolból. Hát mi nem együtt élünk, hanem együtt égünk, aha, ebben az állapotban. És menekülhetnékem van, el ki tudnék innen rohanni, bárhol jó, csak haza ne kellene mennem, mert pont ez az az állapot, amikor ki tudnék rohanni a világból, hölgyeim és uraim, hányszor, de hányszor megéljük ezt. Lehet, hogy a munkahelyünkről is menekülnénk, de hát nem merjük ott hagyni, mert már x évesek vagyunk, kinek ellenék, hova tudnék elhelyezkedni, meg így a vírus helyzet környékén senki nem ugrál, mert örül, ha megvan a munkahelye. Ugyanezt az érzést otthon is megéli,
Akkor aztán tökéletes. És igen, rádöbben ennek a mélységére, és ez akkor van ez a minden elveszett, az igen, egész nem ér semmit. Igen. Akkor érzi azt a nyomasztó érzést, mert ez egy nagyon nyomasztó, nagyon szorongató érzés, hogy magam vagyok a problémámmal, teljesen kiszolgáltatott vagyok a partneremnek, a munkáltatómnak, a munkaadómnak az érzését. Itt vagyok egy kopárra alakult, egy elsivatagosodott kapcsolatba, nem ért meg senki, nem tud velem senki szót érteni, már igazából nem is akarok erről a problémáról beszélni, mert hát minek? Igen. Most remélem, hogy itt azért nem túl sokan ismertek magukra, tehát teljes szívből kívánom, hogy ez így csak legyen, irodalmi olvasmányi emlékként vonuljon be a kedves hallgatók életébe, hogy hallottak ilyenről tőlem, de amikor megjelenik bennünk az a kérdés, hogy mi lesz így velem? Nagyon gyakran betegembertől hallom ezt a létkonfliktust, hogy túl fogom élni, jó leszek, és ez már bármilyen más csatolt konfliktusnál megjelenik, mert mondjuk egy nehéz, az emberi testnek nehezen elviselhető betegség vagy epileptoid krízisben feltevődik a kérdés, hogy mi lesz így velem. Pontosan, nagyon-nagyon jól rávilágítottál, Hammer doktor munkáiban is, esettörténeteiben is van olyan, hogy a beteggel közölték, hogy az egyik szemét kivették, a másik szeme is elkezdett romlani, és megélte, hogy látás nélkül semmit nem ér az élet. Figyelünk? Mi az, amitre úgy gondoljuk, hogy enélkül az élet már semmit nem ér? Na, ez is egy pontosan ugyanilyen konfliktus. Vagy teszem azt, valakinek levágták a lábát, mert elütött a vonat, vagy valami volt, és teljesen feladja az egészet, mert ő neki már fél lábbal az élet nem élet. Ajánlom, nézzük meg a Kéz és láb nélkül című előadást. Tehát valahol ezt az érzést még ebben, az is benne van, hogy az teljes elanyátlanodás, amikor... Amikor elvitatjuk a kenyeret. Elvitatjuk, igen. Itt anyám ezt kérdezte, igen. Na, mi van veled, elvitatjuk a kenyeret? Tehát ez a fajta, a gyerekeken látunk ilyen kétségbeesett arcot, amikor elviszhetjük a kenyerét, de ezt a kétségbeesett érzést éljük meg akkor, amikor valami abszolút nem úgy történik, ahogy azt elképzeltük volna, és azt érezzük, hogy ebből az egész helyzetből nincs kiút. Viszont szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy tévhit. Hát igen. Van kiút, erről van megoldás, és van választási lehetőségünk. Nagyon fontos lenne tudni, hogy mi az a dolog, amihez mi ilyen mértékben ragaszkodunk. Igen. Mennyire segíti ez a túlélésünk, vagy sem. Nagyon gyakran olyan dolgokhoz tudunk a végletekig ragaszkodni, amelyeknek nincs is gyakorlati jelentősége az életünkben. Anyaghoz kötött gondolkodás. Igen, a menekültség, konfliktus az nagyon érdekes, mert mindig menekülünk minden elől, még a problémáink elől a leginkább. És annyit szeretnék, mert nagyon mélyen belementem engednek, hogy egy-két gondolat megoldást is adjak hozzá. Épp kérni akartam különben. Mert mindaz, amit felsoroltunk, mindig valaminek a függvénye. Ha akkor, és a reakciónk az, amit meg tudunk változtatni magát, az eseményt nem. Mert lehet, hogy egy nem túl boldogító kapcsolatban élünk, ahol a harmónia az csak nagyon ritka vendég. Lehet, hogy egy olyan helyzetet élünk meg, ami életünknek az egyik hullámvölgyét jellemzi, de szeretném, ha jól megnéznék a Hammer iránytűt, mert ugye az élet soha nem egyenes irányú, egyenletes mozgását rajzolja le a Hammer iránytű sem, tehát hullámhegyek, hullámvölgyek, huppanok, bukkanok, mindenütt vannak, de ahogyan én a világot tekintem, és a világ szemléletemet megfigyelem, akkor rájövök arra, hogy ragaszkodok emberekhez, tárgyakhoz, mondatokhoz, amiket ki kell mondani, másokat, amit nem kellett volna kimondani, és gyakorlatilag akármilyen szemszögből figyeljük az életet,
valahogy mindig találunk valamit, amit nem tudunk elfogadni, amivel nem tudunk egyetérteni, ami bennünket egy olyan ismeretlen terepre terel, amitől félünk, és így az a szükségletünk, hogy ne féljünk, hogy minden úgy menjen, ahogy mi szeretnénk, ez nem teljesül, ebből van a konfliktus. Most nagyon makroszintren néztem rá, nyilván ezt lehetne sokáig folytatni, de arra hívnám fel a figyelmüket, hogy van választási lehetőségünk. Van választásunk egy kapcsolatot megjavítani, beletörődni abba, hogy ez ilyen, és megtalálni benne azt, ami még kellemes és örömet hoz. Van választásunk ebből a helyzetből kilépni, tehát már legalább hármat mondtam, ami csak a hogyan továbbokat, megtanulhatnánk másképp kommunikálni, megtanulhatnánk felismerni a valós szükségleteinket, ezeket megfigyelni, hogy ezt ki tudja teljesíteni, mert lehet, hogy mindezt én is megtudnám, mert ha én szeretek színházba járni, és mondjuk te nem, te inkább focira akarsz menni, akkor elmehetek a barátnőimmel színházba. Így van. És nem az a legnagyobb fő konfliktusunk, hogy Béla, te soha nem jössz velem sehova. Igen. Most így ennyi bezártság után szerintem még a hölgyek is szívesen mennének foci meccsre. Tehát lehet, hogy ezt is át tudjuk most értékelni. Nézzük meg a másik oldalát. Mihez ragaszkodom? Végképp az anyaghoz. Miért olyan nehéz ezeket az anyagi elképzeléseket elengedni? Miért keressük a könnyebbséget? Miért keressük a kiskapukat, a kiutakat, a rövidítéseket? Na, erről fogok holnap beszélni a szerdai webkonferencián. Bocsáss meg, hogy ezt ide nyugodtan, elmondtam. Nyugodtan. De úgy érzem, hogy a legnagyobb magányunk pont abból fakad, hogy fogalmunk sincs, hogy kik vagyunk mi valójában. Érezzük, hogy elszakadtunk önmagunktól, attól, amit mi szeretnénk, attól a vágyottól, amit mindig kívül keresünk, de közben lehet, hogy csak befele kellene tenni a fókuszt. Erre mondtam én, hogy az agyunk és a szívünk közti 30 centit kell összekötni ahhoz, hogy a dolgok helyre jöjjenek, de hát most akkor beszéltünk. A részleteket holnap, szerdán tovább viszük. Szerdán további részletek, és most én abban látom a lényeget, hogy ezt ennyire kibeszélve részleteiben fogjuk megérteni, hogy mi is ez a konfliktus, hogy nyakon tudjuk csípni, és le tudjuk zárni a történetet. Mert a vesegyűjtő csatorna szindrómának a megértése és megoldása fontosabb, mint a szívinfarktusnak a megértése, és ezt Hammer doktor írja le. Mert minden olyan történet, ami zajlik a szervezetünkbe, és ehhez hozzáteszek egy vesegyűjtő csatorna szindrómát, onnantól kezdve gyakorlatilag befordultam az egyirányú utcába. Ezt jelenti, megjelenik az ödéma, ott, ahol természetesen folyik egy gyógyulással kapcsolatos folyamat, ebből lesz a mellhártya folyadékgyülem, a hasűri folyadékgyülem, vagy aszites, a szívburokban a folyadékgyülem. Ez fogja felduzzasztani az agyban a hámeri góc körül a szöveteket, amit majd agydaganatnak neveznek. Ennek a következménye lesz az, hogy köszvényes rohamaim lesznek. Ennek a következménye lesz az, hogy megjelenik az úgynevezett ízületi reumatizmus, mert fokozódik a fájdalom az ödéma megjelenése miatt, természetesebben a víz visszatartásba pedig a végén belehalunk. Tehát a legsúlyosabb, vagy mondjam azt, a legalapvetőbb konfliktust vesézzük itt ki Rékával, pontosan azért, hogy megértsük, hogy soha, de soha nem lehetünk magányosak. Először is tele vagyunk baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal, akik a mi barátaink, és segítenek a gyógyulásba. Másodszor egy holografikus világegyetemben élünk, ahol mindenki mindenkivel kapcsolatban van, tehát olyan nincs, hogy én egyedül vagyok, ez csak egy biológiai félelem, aminek az alapja a haláltól való félelem. Mert nem az azonnali halálomat jelenti a magányosság, hanem azt jelenti, hogy ha egyedül maradok, akkor meghalok.
Ez itten a dolgoknak a lényege, és ezt próbálja a biológia megoldani azzal, hogy felszaporítja a vesegyűjtő csatornában a sejteket, hogy megmaradjon a víz, és amire Hammer doktor rájön, az a nagyszerű dolog, a nitrogénciklus. Kérem szépen, azt tudjuk, ugye, hogy ebben az esetben, konfliktus aktív szakaszban a vizelet mennyisége 150-200 milliliter, tehát másfél-két deci lesz a vizelet, és megemelkedik a karbamid szint, ami tudjuk, hogy a fehérje bomlás terméke. De Hammer doktor leírja a nitrogén ciklust, itt van a fólia alján, ami arról szól, hogy a karbamidból, vagyis a fehérje bomlás termékéből képesek vagyunk újra fehérjét létrehozni. Itt van lerajzolva a glicin, az alanin, a cisztein és egy újabb alanin molekula, mint ábra természetesen, mint egy fehérje részlet. Tehát nem csak vizet, hanem fehérjét is tartalékol a szervezetünk a túlélés érdekében. Micsoda zseniális, hát mondjam azt, hogy felépítés ez. Milyen fantasztikus intelligenciára val az, hogy ilyen tökéletesen vagyunk mi felépítve, csak hát nem értjük, hogy mi történik a szervezetünkben, és kezeljük azt, amit valójában nem is kéne kezelni. Valójában a veselégtelenséggel küzdő embernek pontosan a magányossággal kapcsolatos és az ebbe a csoportba tartozó érzéseit kéne feloldani. De kérdezem én, hogy egy ilyen betegnek bent a kórházban mit tudok mondani? Várom az ötleteket. Meg lehet egy ilyen embernek magyarázni azt, hogy miről van szó, főleg, hogyha már egy konstellált állapot és teljes zavarodottság alakult ki? Akkor már nem tudok mit beszélni. Igen, akkor fizikai szinten meg lehet oldani. Szintén Hammer doktor egyik eset történetében ott volt, hogy a nagyinak az egzisztenciális konfliktusát az alacsony nyugdíj okozta, és valami kiadása volt, és emiatt hát ugye elveszett az összes arany tartaléka, vesegyűjtő csatorna, stb. Ismerve a germán gyógytudományt, a gyerekek összeadták a pénzt, és odaadtak neki 5000 eurót. A nagyi gyorsan betette a párnája alá, és láss csodát, elkezdett pisilni. Majd az unoka másnap oda szól a nagyinak, azt hiszed, hogy ezt nem kell, majd visszaadjad? És a nagyi másnapra már halott volt. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, ha ezt az egészet mondjuk nem fizikai szinten oldanánk meg valójában végképp, hanem eljutnánk arra a felismeréshez, hogy kik vagyunk mi valójában, és ez az egész félelem, ez csupán egy biológiai félelem, ezért beszélünk biológiai külön programról. Nos, ha megtörténik a megoldás, hát akkor jön ugye az, hogy lebontjuk a felesleges sejteket, és itt fognak a gombabaktériumok segíteni. Ezt fogják TBC-s gyógyulásnak nevezni, feltéve, hogy vannak bennünk még TBC baktériumok, vagy nem írtottuk már ki az összes segítőinket antibiotikumokkal. Ha ez megtörténik, nyilván jön az éjszakai izzadás, de olyan fokban, hogy akár háromszor cserélünk pizsamát és lepedőt. Jön a nagyfokú fáradtság, a láz, természetesen az urémia meg fog oldódni. Ez maga az urémia nem egy halálos betegség, ahogy azt gondoltuk, hanem amikor eljutottunk a megoldásba, ugye a gyulladás következtében fehérjevesztés fog fellépni. A vizeletben fehérjét fognak kimutatni, természetesen. És ez fogja magyarázni a továbbiakban a különböző klinikai képeket. Aztán, ha végbe ment ez az egész gyógyulás, akkor természetesen ennek lenyomata lesz a lebontott sejttömegnek a sárga színnel jelzett vesegyűjtő csatorna részbe, vagyis a vesepiramisba, de ezt nem kellene félreérteni. Nos, lapozzunk akkor tovább, és nézzük meg, most már megértettük az egyszeri lefutását ennek a történetnek, de mi lesz akkor, hogyha
ezt az egész történetet elakasztjuk. Láthatjuk itt a vesegyűjtő csatornáknak a képét bekarikázva sárgával ott fent. Nagyon lényeges, hogy lássuk a képeket ezen a szinten is, hogy hogyan és miként jelenik meg a koponya CT-n. Ugye ez a koponya alapon készült kép, és itt még két oldalt a hallóközpont is látható, és az összes többi, aminek még ott a helye. Nos, a krónikus betegségek a vesegyűjtő csatornák szintjén, tehát akkor fognak megjelenni, ha meg sem oldjuk a konfliktust, ugye ekkor fog kialakulni a vese elégtelenség, amiről beszéltem, és kialakul az úszógumi, amit mindjárt részletezek. Aztán ott van a hipernefróma, tehát hogyha az egyik oldali vesében túlzott mértékben megtörténik a vese szövet szaporulat, akkor ez egy nagy méretű daganatnak a kialakulását fogja okozni, amit hipernefrómának fog a medicina nevezni. A visszatérő, visszaköszönő programoknál ugye újra meg újra lesz nekem vese TBC-m, ha ezt ugye ki tudják mutatni, nehogy azt higgyük, hogy a laborvizsgálatok minden esetben képesek kimutatni a bomlást, tehát a TBC-nek a jelenlétét. Ha nem biológiai a gyógyulás, vagyis nincsen, ami lebontja a felesleges szöveteket, hát akkor ott marad, és kialakul a néma vese vagy a zsákvese, de gondolom ez teljesen logikus. És itt van a nefrózis szindrómának, mint korképnek a lényege, és ez a függő gyógyulásban alakul ki. Több esettanulmányt is olvastam Hammer doktortól, amiben a nefrózis szindrómáról szó van, és ez ugye azt jelenti, hogy albuminúria, vagyis nagyfokú fehérje ürítés a vizelettel, ennek a következménye természetesen a fehérje szint csökkenése is lesz. Szóval az úszógumi, az természetesen idézőjelbe téve azt jelenti, hogy mondják emberek, hogy hát ők csak a hasukra híznak, és itt van ez az úszógumi a derekamon. Na most itt ugye ez a deréktájé idézőjeles úszógumi és elhízás csak azt jelenti, hogy nekem eleve van egy konfliktusom a pocakommal kapcsolatban, egy önleértékelés, ami hol előjön, hol elmúlik, de ott van a folyamatos magányosság elszigetelődés érzése is bennem, ami viszont érint néhány vesepiramist, és ebből adódóan a gyógyulási szakaszban, mikor a hiányzó sejteket visszaépítem a zsírszövetben, legalább kétszer annyi vizet is begyűjtök. Ez újabb következmény konfliktust fog okozni, hogy akármit is csinálok, úgy néz ki, hogy doktor úr, én a víztől is hízom, ilyet a rendelőben hallottam, hogy már semmit sem eszem, és mégis hízom, de ott van az önleértékelés, nem koplalni kéne, hanem az önleértékelést megoldani, és a magányosságot, amit ehhez hozzáteszek, mert akkor nagyon sok ember hirtelen nagyon szépen le tudna fogyni, ha a magányosság érzését, a kirekesztettséget, meg nem értettséget az életéből ki tudná iktatni. A visszatérő vese TBC-k ugye éjszakai izzadással fognak járni a policiklikus lefolyásban. Az étvágyunk meg lesz, megmarad, és nagyon fontos, hogy itt fehérjedús táplálékot adjunk a betegnek. Nem, hogy ekkor kezdi a lébőjt kúrát. Amikor éppen gyógyulnia kéne, meg kéne támogatni a gyógyulását, akkor lébőjt kúrát csinál, csókolom. Hát pontosan, hogy állati fehérjére volna szüksége, hogy meggyógyuljon. A TBC régen hát írtotta az embereket, és a gazdagok között miért nem járt halállal? Jaj, mert felvonultak a svájci szanatóriumokba, vagy hát azért Budapesten is voltak elit szanatóriumok, ahol nagyon jó táplálékot kaptak, közösségben voltak, lekerültek a sinekről, és természetesen meggyógyultak. Ennyire egyszerű a történet. Ezek a szanatóriumok arra jók, hogy lekerüljünk az otthoni sinekről. Ha nincsen TBC baktérium, hogy lebontsuk a felesleges sejteket, akkor ugye, mint mondtam, kialakul a némavese vagy zsákvese,
mert ott marad, és gyakorlatilag ez a vese nem tud működni. Nagyon sokszor, mikor felfedezik, hogy ilyen van egy urográfiával, akkor gyorsan azt mondják, hogy ezt ki kell venni, mert elrákosodhat. Kérem szépen, nem rákosodhat el semmi sem. A kérdés az, hogy hány programot indítok el. Ami már egyszer így lezárult, az azt jelenti, hogy az úgy maradt. Ez ugyanaz, mint egy emlékmű az emlőben, mert elmeszesedett góc van a ciciben. Itt elmeszesedett csatornák vannak, amelyek már nem működnek. Ezek nem fognak elkezdeni működni. És a vesekövesség pontosan annak a következménye, hogy a visszatérő, tehát a policiklikus lefolyás miatt újra meg újra keletkező sejttörmelék, ami ugye a lebontással van, ez bekerül a vesemedencébe, és ott oxalátkő alakul ki belőle, tehát nincsen vesekő magányosság érzése nélkül, csak hogy megértsük a kapcsolatot, és hogy mit kellene tenni a vesekövesség megszüntetésére. Megint csak nem a diéta, az extrém diéta fogja megoldani a problémát, hanem a valós oknak a megszüntetése. Az albuminúria, vagyis a fehérje vizelés vezet el a nefrózis szindrómához, vagyis amikor már olyan mértékben ürül a szervezetemből a fehérje, hogy alacsony lesz a fehérje szint is a vérben, magas lesz az ürített fehérje tartalom a vizeletben, és természetesen hát ez, ha nincsen feloldva és megoldva, ez egy egyirányú utcába vezet minket. Gyönyörű esettörténetet ír Hámer doktor gyerek konfliktusával kapcsolatosan, aki megérte ezt a magányosságot, mert a szülők letették minden héten a nagyihoz, és hétvégén vitték haza, mert ők mondjuk éppen építkeztek, és a gyereknek fantasztikusan hiányzott az édesanyja, és innentől kezdve, mikor aztán kialakult nála az ödéma, és bevitték még a kórházba, akkor ehhez még hozzájött másodiknak a kórház konfliktus is. Hámer doktor gyönyörűen levezeti, hogy hogyan sikerült ennek a gyereknek az életét megmenteni, amikor már a kórház nem volt hajlandó vele foglalkozni, mert már nem tudtak mit kezdeni vele. Nos, én azt hiszem, hogy ami a versegyűjtő csatorna témaköréhez tartozik, azt rendesen kiveséztük. Az lenne a lényeg, hogy nézzük meg akkor, hogy mi van a parenkímában, vagy vesekéregben, vagyis azon a részen, ahol ezeket a kicsi szűrőket, érgumolyagokat találjuk. A baloldali képen látjuk a vese vérellátását, és látjuk, hogy ezek az erek egészen fölvezetnek a kérgi részbe, vagyis a vesetok alá, és ott fogjuk találni ezeket a glomerulusokat, amelyeknek a lényege, hogy ott történik az elsődleges vizelet kialakítása, vagyis ez egy olyan szűrő, aminek következtében 160-180 liter elsődleges vizeletünk képződik, de ezen a gyűjtőcsatornán visszaszívódik a 99%-a, és 1%-ot, azaz másfél liter vizeletet fogunk üríteni így naponta. Tehát a szűrőről van szó, ami, ha ugye Hámeri térképet nézve a narancssárga mezőhöz tartozik, akkor tudjuk, hogy konfliktus aktív szakaszban bomlik. Miről szól a történet? Vízzel, folyadékkal kapcsolatos konfliktus. És ebben benne van az, hogy valaki majdnem belefullad a vízbe, de a csőtörések, a csöpögő fűtőtestek, csöpögő csapok, a kagyló alatti állandó vizesedés, amit mondtam, a pincében a víznek a begyüllemlése, ez mind-mind ide tartozó történet. Egy másik, amire már utaltam a bevezetőben, ugye a hadifogolynak a története, az arról szólt, hogy az orosz hadifogságban embertelen körülmények közé került ez a 19 éves fiatalember, és éjszaka, ha ki kellett menni, ugye vizeletet üríteni, legalább 500 métert kellett gyalogolni a mínusz 40 fokba, hogy elérkezzenek a latrináig,
ha útközben végezték el a dolgukat, hát akkor ilyen őrök, akik ott vigyáztak az úton, botokkal agyonütötték az ilyen embereket, és reggel megfagyva találták ott a hóba a rabtársak az ilyen embereket. Na most a probléma itt a saját vizeletemmel való folyadék konfliktus, tehát abban az esetben, ha valaki nem tudja a saját vizeletét kiüríteni, vagy éppenséggel az a problémája, hogy éjszaka bevizel, majd erre is ki fogunk térni, akkor ez lesz az a folyadék konfliktus, ami elindítja benne pontosan ezeknek a szűrőknek a megritkítását, hiszen itt konfliktus aktív szakaszban mit csinálunk? Ezeket a szűrőket mondjam úgy, hogy megtizedeljük. De miért? Pontosan azért, mert a biológia, ha folyadék konfliktust élt meg, akkor a folyadéknak a beérkezését próbálja meggátolni. Tehát ez az értelmes biológiai válasz. És azért, hogy azért mégis megtörténjen a méreganyagoknak a szűrése, reflexből emelkedik a vérnyomás, hogy a kevesebb számú szűrőn keresztül is megtörténjen a szükséges folyamat. Ez lesz az a vérnyomás, magas vérnyomást, amit vese eredetű hipertóniának nevez a medicina. De ennek az egyetlen oka a fel nem oldott folyadék konfliktus. Ahogy feloldottuk a folyadék konfliktust, onnantól kezdve már nincsen problémánk a magas vérnyomással. A megoldási szakaszban létre fog jönni, kérem szépen, egy vese ciszta. Vagyis nem ott fog kialakulni a visszaépülő glomerulus vagy érgomolyag, ahonnan a szervezet kivette, hanem attól távolabb a kéreg alatt, és ez a kis újonnan képződő érgomolyag kapcsolatot fog teremteni azzal a csőrendszerrel, ahonnan ő elszármazott, és így fogja tudni az elsődleges vizeletet továbbadni. Csak hogy ez nem egyik napról a másikra történik meg. Mikor kialakulnak a vesecisták, amelyek kezdetben ilyen hát folyékonyak, likidek, ahogy idegen szóval mondjuk, ezek az idővel ezek megkeményednek, és innentől, amikor ezek megkeményedtek, ezt Wilms tumornak vagy nefroblasztómának fogja nevezni a szakirodalom, aminek semmi, de semmi életet veszélyeztető tulajdonsága nincs, hiszen éppen azért alakul ki ez az új külső szűrőállomás, hogy így mondjam, ami ezután még több vizeletet tud megszűrni, mint az eredeti, ahonnan elszármazott. Ez az egész 9 hónap alatt fog kialakulni, leválik ez a ciszta arról a szövetről, ahol ő kialakult, tehát a kéreg alatt van, de előfordul, hogy azon túl is létre tud jönni. Hammer doktor tanulmányaiban 20 kilós vesecisztát is operáltak, és mindenki azt mondta, hogy az egy ascites, és itt nem lehet operálni, de talált egy orvost, aki be akarta bizonyítani, hogy nincs Hammer doktornak igaza, ezért belement a műtétbe, és döbbenettel látták, hogy egy 20 kilós vesecista alakult ki. Igen, nem volt megoldva idejében a konfliktus, és ugye, mint mondtam, az elakadt gyógyulások extrém szöveti elváltozást tudnak okozni. Nos, ha megértettük, hogy gyakorlatilag a szindróma, vagyis ebben az esetben is a magányosság, a meg nem értettség érzése fogja felpumpálni ezt a kicsike kis cisztát óriásira, akkor megint csak el kellene engednünk azt az elképzelésünket, a dolgokat egyedül kell megoldanunk, vagyis hogy egyedül vagyunk mindenben. A következő képen mutatok szervi szintű elváltozást, és itt a bal vesében, a baloldali nyíl pontosan egy már kialakuló cisztára mutat rá. Tehát ott van a baloldali nyílnál a nekrózis, a nyílnak a hegye egy sötétebb, egy átmenetileg, mondjam, árnyékoltabb pici pontra mutat, mint a
többi része a mesének, és ebből a nekrózisból épp megoldásba került a baloldali vese program, és kezd kialakulni a ciszta ennek a C betűnek a tetején, az a sötétebb folt. A jobboldali nyíl viszont egy nekrózist mutat, tehát egy konfliktus aktív fázisban levő elváltozást mutat a CT képen. És ugyanúgy, hogy lássuk, hogy lélek, agy, szerv szinten mennek végbe a dolgok, most mutattam a szervi szintet, nézzük meg, ugyanekkor készült agyi CT-n, láthatjuk szintén a baloldali vese reléjét, az mérsékelten meg van duzzadva a baloldali nyíl mutat rá, míg a jobboldali relében a céltábla formátumot ismerjük fel. Ne feledjük el, hogy a vesék esetén nincsen kereszteződés, tehát a bal oldalon jelenik meg a baloldali, jobb oldal pedig a jobboldali vesének a CT-n az agyi térképe. A krónikus betegségek a veseparenkima szintjén természetes, megint ugyanaz a három ábra, amit a My Student and Mayhem című könyvből ismertünk meg. Tehát a fel nem oldott konfliktus hova fog vezetni? Urémiához. Ez az urémia, ez húgyvérűség, hogy magyarra lefordítsam, mert a karbamid és a kreatinin szint emelkedik, és ehhez természetesen hozzájárul még a hipertónia, vagyis a magas vérnyomás is. Tehát ez egy egymással összekapaszkodó tünet, a labortünet, a magas vérnyomás, és természetesen azt fogják látni szervi szinten, hogy a parenkima, vagyis az a kérgi rész, az elvékonyodik a vesében, hiszen konfliktus aktív szakaszban ugye bontom ezeket a szűrőket. A vese ciszták kialakulása az a policiklikus lefolyást igazolják, vagy a policiklikus lefolyásban mindig veseciszták fognak kialakulni, kinek hogy tetszik. Van endofitikus és exofitikus, vagyis azt jelenti, hogy még ami a vesetokon belül van, és van olyan, ami teljesen kinyomja, vagy átszakítja a vesetokot. És a maga a gyógyulási szakasz az pedig visszatérő glomerulonefritiszekről szól, ami megtévesztő megnevezés, ugye, mert benne van az egész vesének, a nefronnak a megnevezése, holott itt csak a glomerulusok, az érgomolyagok szintjén történik a gyulladás és a visszaépítés. Akkor viszont, amikor függőgyógyulásban lesz ez a történet, akkor ugye, mint mondtam, nefroblasztóma vagy Wilms tumor fog kialakulni. Tudnunk kell, hogy a karbamid, ugye már az előbb mondtam, a fehérje bontásnak a terméke, a kreatinin viszont egy nagyon érdekes eredmény, vagy hogy mondjam, laborérték, mert egy olyan anyagról van szó, ami csak a vesén keresztül ürül, tehát ezért alkalmas arra, hogy a vesének a szűrő képességét bemérjük. Természetesen laboronként a módszer szerint változik, hogy melyik labornak mi a normál érték és mi a kóros érték, de a kreatinin az izomlebontásnak a terméke, vagyis az izom fehérje lebontásának a terméke. Nyilvánvaló, semmi problémám nincsen, csak fokozom az izom lebontását, önleértékelés, ugye önpusztítás, tudjuk. Nos, akkor már magas lesz a kreatinin, és már is rámfoghatják, hogy vese elégtelenségem van, nyomás művese kezelésre. Holott megvan a másfél liter tiszta vizeletem. De magas a kreatinin szint, csak azért mondom, mert ilyen beteggel is találkoztam, és hiába magyaráztam neki, hogy semmilyen vese elégtelensége nincsen, ő jár továbbra is vese szűrő, vagy vese pótló kezelésre, ugye ezzel foglalkoznak. Aztán ott van a kortizon szint emelkedés, az megint fokozza a kreatinin szintet, és ne feledjük, hogy súlyos konfliktus aktív fázisban a kortizon szintje az emelkedik. A kiszáradás, tehát amikor nem fogyasztok elegendő vizet, természetesen ez is ide fog vezetni, májbetegség is befolyásolja a kreatinin szintet,
és húgyuti elzáródás is, valamint szívelégtelenség, és ne feledjük el a ketogén diétát sem. Ezek mind kreatinin szint emelkedése járnak, tehát valaki bevezetett egy ketogén diétát, és elmegy valamiért, kórházba kerül, vagy éppen laborba kerül, megmutatják, hogy hatalmas a kreatinin szintje, és nem biztos, hogy beismeri, hogy valamilyen extrém diétát folytat. A glomerulonefritisről, tehát jegyezzük meg, hogy mindig a policiklikus lefolyásban fog megjelenni, illetve az egyszeri lefolyásban is a gyógyulási szakaszt az orvos glomerulonefritisnek fogja diagnosztizálni. A nefroblasztóma pedig a Wilms-tumor, ugye a függő gyógyulás miatt alakul ki. Érdekes statisztikai adat, hogy gyerekeknél gyakori ez a Wilms-tumor, felnőtteknél nagyon, de nagyon ritka történet. Igen, egy gyerek nehezen tud egy konfliktusból, hogy is mondjam, kimászni, és ha ez a konfliktus megélése a szülőkhöz kötött, akkor természetes, hogy a függő gyógyulás, mint folyamat, az adva lesz számára. A vesemedence bélését ektodermából származó sejtek adják, az agykéreg irányítja, és az a konfliktusom, hogy nem tudom, illetve ki szeretném jelölni a területemet. Ugye a biológiai szinten a terület szélének a kijelölése vizelettel történik, a terület közepének a kijelölése pedig széklettel történik, és ez a konfliktus elindul, tehát a konfliktusnak a súlyossága meghatározza, hogy a vizelet kivezető rendszernek melyik része lesz érintett. Tehát a konfliktus ugyanaz, csak a konfliktus súlyossága fogja meghatározni, hogy a vesemedence, a hólyag vagy a húgcső lesz az, ahol én ezt a programot szervi szinten megvalósítom. Az átlag terület kijelölési konfliktus mindig a hólyagot érinti, a legsúlyosabb az a húgcsövet, és a legenyhébb az a vesemedencét érintő folyamat lesz. Nos, a vesemedencénél nem árt tudni, hogy ugye a vesekelyhekkel kezdődik, és ott vannak a vesekelyheket kialakításában, pedig a vesepiramisok vesznek részt. Nos, tehát, ha a vesepiramisok gyulladtak, mert éppen egy egzisztenciális konfliktus került megoldásba, akkor ez ki fog terjedni nyilván a vesemedencére is, de ez nem azt jelenti, hogy területjelölési konfliktuson volt. A visszatérő vízkonfliktusok vagy glomerulonefritiszek, ugye policiklikus lefolyásban, amint ezt bemutattam, olyan gyulladásokat fognak elindítani, amelyeket a mai orvoslás nem különít el a vese részétől, a kórokozókat kezeli, és a vizelet elfolyását akadályozó tényezőket, mint idézőjelbe kiváltó tényezőket tekinti, és ez lesz mindaz, ami ezt a, hát hogy is mondjam, fizikai, anyagi szintű gondolkodást meghatározza, és akkor a kórokozók elleni küzdelemmel próbálják megoldani mindazt, amit hát lelki szinten kéne valójában rendezni. A birtokzónákban találjuk meg a területkijelölési konfliktusnak a reléjét, láthatjuk két oldalt alól van férfias és nőies birtokzóna, ebben most nem megyek bele, hiszen a birtokkonfliktus előadásban ezt részletezem. Csak azért mutattam ezt itt be, mert tudnunk kell, hogyha egy gyermek, mind anyagyerek, mind partner oldalon, tehát mind az anyjától, mind pedig az apjától, a testvérétől, vagy a nagyanyjától, ez mind partner, ugye, megéli azt, hogy ki szeretné jelölni a területét, mert nem engednek ennek a gyereknek elég életteret, beszűkítik a mozgásterét, és ő szeretné, hát hogy is mondjam, belakni a házat, és anyuka múzeumként kezeli a házat, és a gyereknek ottan mindent mindig a helyére kell tenni, semmi nem lehet ott, ahol azt ő szeretné. Nos, ezek a dolgok vezetnek el oda,
hogy két oldalon éli meg a terület jelölési konfliktust, és éjszaka jön az éjszakai bevizelés, vagy az enurézis nocturna. Ez viszont, mint említettem, attól való félelem, hogy be fogok pisilni, már folyadék konfliktust okoz, és természetesen hipertóniát. Úgy gondolom, hogy ismételten rádöbbenhetünk arra, hogy a germán gyógytudomány alapa megértéshez, tudom, hogy mi okozta a problémámat, alapa megelőzéshez, és alapa megoldáshoz is. De ne feledjük el, hogy ha nem érzelmileg oldom meg a konfliktust, akkor küzdhetek a sinekkel, küzdhetek biológiai szinten, mármint, hogy harcolhatok, küzdhetek, ellenszegülhetek, csinálhatok még rengeteg plusz programot, amíg nem a valós okokat oldom meg, és azokat nem érzelmileg zárom le. Az állatoknál azért nincs krónikus betegség, mert ők a pillanatban élnek. Őket nem érdekli, hogy milyen volt a nyár, és milyen lesz a tavasz. Ők most azzal vannak elfoglalva, hogy túléljék a telet. Semmi mással nem foglalkoznak. Tehát jelen vannak a pillanatban. Viszont mi nem tudunk különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, és ezért az álmok is megbetegítenek. Ez volt a története ennek a hadifogoly német fiatalembernek. Hetente kétszer-háromszor újra álmodta a szörnyűségeket, amit megélt a táborban, és így 47 éven át egy folyamatos konfliktus aktív fázisban volt, igaz, letranszformálva, de nem volt megoldva. Amikor mindezt megoldotta, akkor gyógyult meg, akkor múlt el a folyadék konfliktus miatt a magas vérnyomása, amire már ötféle gyógyszer szedett, akkor oldódott meg a vesegyűjtő csatorna szindrómája, fehérjevizeléssel, éjszakai izzadással, és onnantól teljesen egészséges életet élt. Tehát jó lenne, ha megértenénk, hogy itt valós tudományról beszélek, ami reprodukálható, összehasonlítható és előre jelezhető. Csak nem mindegy, hogy hogyan oldjuk meg az életünket, és ebben próbálunk segíteni az idén beindított szerdai webkonferenciákkal is, hogy olyan gondolatokat kapjunk, amelyek talán elegendőek lesznek ahhoz, hogy hozzunk egy döntést, és végre a félelmeink helyett a bizalomra építve az életünket boldogan és egészségesen folytassuk. Kolléganőnk, dr. Kocsis Ilona azt írja, hogy fantasztikus információ, köszönni, ez alkalommal is sokat tanultam, és pár páciensen betegségeire kaptam választ. Nagyon köszönöm, Ilona. Pontosan én gondolom érthető a kollégák számára is, akik esetleg már az előző veséről szóló előadást is megnézték, hogy ebben igyekeztem a szinkronban zajló agyi és szervi dolgokat bizonyítani CT-felvételekkel, nyilván ezek Hammer doktor CT-felvételei, és mellé tenni azt a tudást, hogy hogyan értékeljük a laborokat. Mert nagyon nem mindegy, hogy a laborokat hogyan értékeljük. Nagyon jó lenne, ha ezeket a dolgokat tudnánk. Tehát amikor urémiáról beszélünk, akkor tudjuk jól, húgyvérűség, hogy folyadék konfliktus van a háttérben. Ha folyadék retenció van, akkor nyilvánvaló egzisztenciális létkonfliktus. A hipertónia mögött azért meg kell keresni, mindig rá kell kérdezni a betegnél, hogy nincs-e feloldatlan folyadék konfliktusa. Ha albuminúria van, akkor azt jelenti, hogy megoldási szakaszba került a vesegyűjtő csatorna szindrómának a programja, ezért van albuminúria. Ha ez túl sokáig tart függőgyógyulásban, akkor nefrózis szindróma lesz, és ennek következménye az, hogy csökken az albumin szint a vérben, tehát hipalbuminémia lesz, és természetesen ezeket a dolgokat, ha tudjuk, akkor már is tudjuk, hogy mire kell rákérdezni, és hol kell a beteget megsegíteni abban,
hogy tényleg meg is tudjon gyógyulni. Nekem ez volt a, mondjam, az a célom ennek az előadásnak az összefoglalásával, hogy ezeket a dolgokat egyszerűen a helyére tegyük, és orvosként tudjuk alkalmazni azt a tudást, amit tanultunk az egyetemen, úgy, hogy megértjük a germán gyógytudományból azt, hogy mindez mit jelent. És úgy gondolom, hogy a jövő orvoslása felé vezető út ez lenne. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.